Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát. Az 1977-ben alakult Kistáki Kertész és Kertbeák körszervezésében egy megyei találkozóra került sor, melynek alkalmával lehetőség volt bemutatni és megismerni a megye különböző kertbarát köreinek munkásságát, ezen kívül egy kis városnézés és helyi kertlátogatás is színesítette a múlt szombaton rendezett találkozót. A mai alkalommal a Kisteleki Kertbarát kör egy találkozót szervezett itt a Művelődési Házban. Egész pontosan milyen célból jött létre ez a mai rendezvény, illetve milyen programok várhatók a mai nap során? Én Takó Sándor vagyok. Annyiba szeretném kiegészíteni, hogy ez Kisteleki Kertész és Kertbarát. Ez az országos neve is az egyesületnek. Minden évben van egy megyei találkozó, de csak a vezetőknek. Ez minden évben megvan, és Kisteleken eszünkbe ötlött, hogy jó volna, hogyha nem csak a vezetők találkoznának, hanem maga a tagok is. És akkor ezt a kezdeményezést elindítottuk, és így ránk esett a választás, hogy mi szervezzük meg először a megyébe. A Csongrád megyébe 10 kertbarátkör van, és ilyen 50-60 fős taggal számolunk, és így mi szervezzük meg először. Valami szinten büszkék is vagyunk, hogy mi ránk esett a választás. A mai program ugye 10 órától lett volna a megnyitó, utána egy kertlátogatás, előtte ugye minden kertbarátot szeretnénk egy 5 percre, hogy bemutatkozzon valami szinten, utána Kurucsai Lajosékhoz kimennénk egy kertlátogatás, egy kertészetet megnéznénk Kistelek Múzeum, egy séta, ami belefér, strand, amit így, itt a központban meg tudnánk mutatni, és akkor végül ebéd olyan 1 óra fél 2 fele, és akkor egy kötetlen beszélgetést gondoltunk erre a napra, ami belefér ebbe az időszakban. A mai alkalom során a Megyei Kertbarát Szövetség elnökeként van itt jelen. Egész pontosan mire számíthatunk a mai nap folyamán? Ez egy teljesen új rendezvény. Valamikor 2 éve gondoltunk egyet a megyei vezetőséggel, és azt mondtuk, hogy ne csak a vezetők jöjjenek össze egy évben egyszer is egyeztessék a kertbarátok programjait, hanem hívjuk össze a tagságot. És hát ezt először a Takós Anyi, az itteni kertbarátkör elnöke vetette föl, és hát akkor pehire azt mondtam, hogy ha már fölvetetted, akkor rendezd is meg ezt az első rendezvényt, és akkor így alakult ki, hogy hát így program szerint mégis ez a tavasz, a természet megújulása, az új kezdésnek az időszaka. Kezdjük kertbarátok mi is úgy, hogy összejövünk ahonnan csak tudunk, itt a Dél-Alföldön, nem csak Csongrád megyét, ezt nagyon hangsúlyoznám, mert például Kiskunhalas is ide tartozik, vagy itt van közöttünk, és ők is úgy érzem, hogy ennek a nagy családnak a tagjai, és egy ilyen dél-alföldi regionális összejövetelről van szó, ez az első, ezt hangsúlyozom, és hogyha jól tetszik a tagságnak, akkor lesz folytatás is, hát ez majd kiderül, mi bízunk benne, az idő is talán megengedi, hogy kerteket is tudunk látogatni, meg barátkozni, és hát akkor innentük ezzel talán lesz a jövőre folytatás. Hogyan látja szakmailag, mire adhat alkalmat egy-egy ilyen rendezvény összejövetel? Hát én egy másik oldalról közelíteném meg a dolgot, az ember élete tele van találkozásokkal, és ezek a találkozások után mindig valami pluszt kapunk. Akár jó, akár rossz oldalát nézzük a dolognak, de mindig egy picit töltekezik az ember, és ez egy nagyon jó alkalom, hogy itt most egy közel 200-an találkozunk, és tudunk beszélgetni, eszmét cserélni, és ezáltal egy picit töltöttünk. Egy picit úgy érzem, amikor este hazamegyünk, hogy többek leszünk. Pont azért, mert találkoztam halasiakkal, makóiakkal, vagy éppen szegediekkel, és úgy érzem, hogy egy kis eszmecserével, egy kis kimozdulással töltekeztünk, többek lettünk, mert mostanában nagyon bezárkózunk. Ugye nézzük a tévét, vagy alig járunk társaságba. Egész furcsa, hogy itt épp az egyik kertbarát elnök mondta, hogy még beszélni is kell, azt mondja, már el is felejtettünk beszélgetni. Talán ez az alkalom is arra jó, hogy egy kicsit beszélgetünk. Országosan elmondható, hogy egyébként Csongrád megyében van a legtöbb kert és illetve kertbarátkör? Hát úgy az élmezőnyben vagyunk, de
Nem biztos, hogy elsők vagyunk, de talán az első ötben benne van Csongrád megye, tehát elég sok kertbarátkör van. De hát ez adja magát, mert ez a terület, ahol vagyunk, az csodálatos kertészkedésre alkalmas terület. És ami még érdekes, hogy van nálunk kötött terület, homokos terület, tehát nagyon vegyes a talaj összetétel, vegyes a kertbarátkör összetétele is, hiszen vannak, akik nagyba termesztenek, hiszen piacra visznek, és vannak, akik csak hobbik szinten kiskertükbe dolgoznak, de nálunk mindenki egyforma, mindenkit nagyon szeretettel várunk, és mindenki, aki csak teheti, itt van most között. A mai rendezvényhez hogyan kapcsolódik a kisteleki önkormányzat? Ugye a kisteleki kertész és kertbarát körnek lesz majd egy találkozója. Hogyan kapcsolódik ez a helyi önkormányzat? Hát tulajdonképpen vendéglátók vagyunk. Igazán a kertbarát az konkrét vendéglátó, de a városunkban, ebben a szép rendezvényházban történik most ez az összejövetel. Ugye ez egy megyei rendezvény. Mi nagyon szeretnénk, hogyha a környékből minél többen megismernék településünket, minél többen megismernék az itteni gazdákat, az itteni kertészeket, és ezáltal egy olyan kapcsolat ki tudna alakulni, amelyik későbbiekben is gyümölcsöző lenne. Az önkormányzatnak mindig nagy szívője volt az itteni egyesületek, és ebben mindig is segítettünk abban, hogy ők minél szélesebb körben tudják magukat propagálni, minél szélesebb körben tudják magukat megismertetni a környékkel. A továbbiakban milyen tervei vannak az önkormányzatnak ezzel az egyesülettel? Tulajdonképpen mi szeretnénk, hogyha ez az egyesület egy kicsit érdekvédelmi szervezeté is átalakulna. Tehát azt jelenti, hogy amikor problémák vannak, például a városban, ami most számunkra egy kicsit nagy kérdés, a vendégmunkásoknak a kérdése, akkor legyen olyan szervezet, akivel le tudjunk ülni, és ezeket meg tudjunk beszélni, illetve ők is képviseljék a saját érdekeiket. De ugyanígy nagy probléma az, hogy ott van a múzeumunk, és a helyi egyesületek, a helyi szakmák nincsenek bemutatva. És ebben most egy olyan terv indult el az önkormányzat részéről, hogy például a kertészeknek helyet biztosítanánk a múzeumban arra, hogy összejöveteleket rendezhessenek ott, össze tudjanak jönni, és ott egyúttal egy kis helyi múzeumot is kialakítsanak maguknak, helyi tárlatot, amely a kertészeknek a mindenféle eszközeit bemutatja, illetve a múltját. Befejeződött a kistelki BMX Girl Cross pálya, valamint az itt található játszótér projektjének kivitelezése. A pályázat során több pálya és játszótér elem is kialakításra került, ezzel is hozzájárulva a helyi és környékbeli fiatalok szabadidős tevékenységének bővítéséhez. A projekt részleteiről és a további tudnivalókról Vas Rózsa projektmenedzsert kérdeztük. Nemrégiben fejeződött be a BMX pálya, illetve a hozzátartozó játszótér projektjének a kivitelezése. Egész pontosan milyen pályázatból valósult meg mindez? A BMX pálya és a játszótér görpálya kivitelezése az egy MVÁS pályázatból valósult meg. Magát a beruházást már tavaly év végén, október-november végén már befejeztük, azóta a gyerekeknek, illetve a fiataloknak át is adtuk használatra, de ugye egy pályázatnak soha nem akkor van vége, amikor az emberek látják, tehát hogy ugye megvan az épület, megvan a kivitelezés, vagy átadtuk, hanem még utána több adminisztrációs feladat van, és ezt tulajdonképpen a projektnek a teljes körű zárása az most történt meg nemrégiben, ugye a záró kifizetési kérelem benyújtásával, ilyenkor ugye a szervezet kijön, megnézi, hogy tényleg úgy valósítottuk-e meg beruházást, ahogy mi ezt vállaltuk annak idején, megnézik, hogy mire adták a pénzüket. Maga a beruházás ugye áll egy görpálya elemből, amit ugye a biciklisek és a görkorisok, illetve a rolleresek tudnak használni. Van egy crosspálya, egy BMX crosspálya és egy játszótér. Nagyon népszerű a játszótér, egész óvodás csoportok szoktak kimenni, illetve nem csak óvodás csoportok, hanem hétvégente látom családok keresik föl, hiszen közel van a papfenyves, egy kis biciklitúrával egy összekötve jó ki lehet használni, illetve a fiatalok járnak ugye, a biciklivel, trükköznek, ügyeskednek, tehát ez a terület ki van használva. Amelyiket én úgy látom, hogy kicsit kevésbé, az a BMX crosspálya. Mondjuk ennek egyik alapvető oka az, hogy hát a belvíz miatt egy ideig víz alatt volt ugye a pálya alja, de most már ez is teljesen kiszáradt, tehát lehet használni, aki érez magában elég erőt, hogy ezen a homokos talajon végig menjen egy BMX cross biciklivel, akkor ki lehet próbálni. Illetve ugye ezt a pályát, ha szeretnék, esetleg ugye motorosok is használhatják, hiszen lehet, hogy ezen a homokon akár egy cross motorral könnyebb végig menni, mint egy kerékpárral. Alapvetően egy pozitív tapasztalat, hiszen használják, a fiatalok mozognak, kimennek oda együtt, láttam a csoportba. Elég jó dolog szerintem, hogy mindenki így megtalálja maga számítását. Sajnos azért negatív dolgok is vannak,
Eleinte volt az, hogy a motorral a játszótéren motoroztak, ami hát a rendőrség segítségét kérve ez utána megszűnt, tehát most nem fordult már elő, hogy a játszótéren mentek volna motorral a fiatalok, vagy lehet, hogy idősek, tehát ugye aki éppen, akinek kedve tartotta. A másik dolog még, ami egy kicsit szomorú, hogy vannak olyan játszótéri elemek, amiket mondjuk megrongáltak, tehát például van egy kis babaház, aminek kitörték a kis faablakát, amit ugye majd meg kell csinálnunk. Nagyon örülnék, hogyha ezt már a város, illetve hát az alapítvány megvalósította, akkor vigyáznánk is rá. Biztos nem a kisgyerekek teszik tönkre, így szeretném azokat kérni, akik tulajdonképpen kimennek oda, és használják ezt a teret, hogy vigyázzanak rá, mert nem kevés pénzbe került, és nem olyan egyszerű ezeket utána újra felújítani, megjavítani, miután ugye ezek elég szigorú előírásoknak felelnek meg maguk a játékok, tehát ezeknek a karbantartására mi nagyon figyelünk, de jó lenne, ha más is vigyázna rá. Ami még szerintem egy pozitív dolog, hogy ugyanez pályázaton kívül, de sikerült 3 napelemes lámpát beszerelnünk, ami ugye alkonyattal kapcsolódik, és akkor ez így megvilágítja a területet. Ez nagyon érdekes tapasztalat volt a mostani nagy vihar után, hogy az egész városban nem volt elem, mindösszesen ez a 3 lámpa világított, ugye, hiszen ezek nem fügtek a D-MÁSZ hálózatától, és jól látták ezt a vihart is, tehát ennek nagyon örültünk, hogy nem mentek tönkre, illetve nem okozott nekik kárt a vihar. További tervek természetesen vannak, tehát még szeretnénk de a fákat is ültetni, úgy, hogy legyen ezért árnyék a pályaterületén is, illetve padokat, meg még szemeteseket kivinni, mert azért ez az egy szemetes, ami kint van jelenleg, ugye, amit sikerült eddig kihelyeznünk, az kevésnek bizonyult, tehát ilyen apróbb feladatok vannak, illetve megszervezni, hogy hogy visszük el a szemetet, meg ki mikor intézi a dolgokat, tehát nekünk is vannak ezzel feladataink, de a lényeg az, hogy lassan most már beáll, és úgy látom, hogy megtalálja mindenki a feladatát, a szórakozását, és beáll az egész rendszer. Június 5-én idén is megrendezésre kerül a ProArt tanév záró táncgálaja, melyen a társudió számos tagjai képviselteti majd magát. A gála mellett szó esik még a ProArt által szervezett tánctáborról, illetve a szeptemberben esedékes nagyszabású rendezvényekről, a Kistelk Ópáról is. Június 5-én egy ünnepélyes évzáró táncgálára kerül sor a Kistelki Sportcsarnokban, a ProArt szervezésében. Egész pontosan milyen műsorra is számíthatnak majd az érdeklődő vendégek. Ugye minden évben meg szoktuk tartani ezt a tanévzáró gálánkat, ez idén akkor június 5-én 5 órai kezdettel fog kezdődni. Itt aki nálunk a ProArt alapfokú művészeti iskolában táncolnak, ők mind el fognak jönni, akár Szegedről, Jánoshalmáról, Sándorfalváról, tehát az összes telephelyünkről hozzánk jönnek. Egy helyen lesz, tavaly ez Szegeden volt, idén most már ugye Kistelekre tettük ennek a rendezvénynek a székhelyét. Mindenki fel fog lépni, amit próbáltunk, hogy ne legyen túl hosszú, mert azért itt 340-360 gyerekről van szó. Mindenki 2 műsorszámmal fog fellépni, természetesen a versenyzőket is belecsempészük a műsorba, hogy megmutassuk, hogy honnan indulunk és hova jutunk el. És azt tervezzük, hogy olyan 8 óráig biztos, hogy le fog zárulni. Megpróbáljuk úgy pörgetni, mert hogyha túl hosszú, ugye az se jó, hogyha túl rövid, az se jó. Úgyhogy remélem, hogy egy színvonalas és egy szép műsort fognak látni. Emellett a június 5-i táncgála mellett még milyen egyéb esetleg versenyeket szerveztek így a közeljövőben? A közeljövőben a legközelebbi az július közepén lesz a tánctáborunk. Ott ismét neves tanárok fognak hozzánk érkezni, Olaszországból Luisa Barbieri fog jönni, Németországból jön Hans Gálke, úgyhogy nagyon-nagyon sokan leszünk, már ismét jelezték, hogy Kanadából érkeznek hozzánk, onnan 4 pár, Szlovéniából, Szerbiából, Szlovákiából ismét jönnek. Úgyhogy ott azon az 5 napon is, hogyha összejön, akkor szeretnénk majd egy gálát szervezni, ami szintén ingyenes lesz, úgy, ahogy ez a június 5-i gálánkat is szeretnénk, hogyha ingyenes lenne, és össze is fog jönni. Azután pedig ugye a Kistelek Open, amit végre 2 év kihagyás után meg tudunk ismét rendezni. Ez szeptember 19 és 20-án lesz. 19-én még egy magyar ranglisták, ahol Magyarország legjobb párjai mérik majd össze tudásukat, és 20-án vasárnap pedig ismét egy hatalmas nagy világranglista lesz. Lesz kicsik, nagyok, felnőttek, szenyorok, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy egy nagyon színvonalas kis versenyt fogunk tudni összehozni. Megváltozott a Kistelki Ifjúsági Ház nyitvatartási rendje. Az új nyitvatartásról, valamint az Ifjú Kistelkiek Szövetségének jelen zajló tevékenységéről Pácskai Dániát, az Ifjú Kistelkiek Szövetségének elnökét kérdezte stábunk.
Nemrégiben megváltozott az ifjúsági ház nyitvatartási rendje, mert meddig lesz nyitva az ifjúsági ház? Az ifjúsági ház nyitvatartási rendjében egy kis módosítás történt. Persze ezt a megfelelő internetes portálon és a bejárati ajtón is közzé fogjuk tenni. Emellett itt is el fog hangzani, ugyebár a hétfői napon most zárva fogunk tartani egy ideig, hogy meddig azt nem tudjuk pontosan, azonban a további nyitvatartás teljes mértékben maradt, szóval kedden és szerdán ugyanúgy reggel 10-től este 8-ig nyitva állunk, csütörtökön pénteken pedig reggel 10-től délután 5-ig, és szombaton ugyanúgy 3-tól 8-ig nyitva vagyunk. Emellett persze, hogyha előre bejelentett igény alapján valaki szeretne továbbig maradni, avagy szeretné kinyitattatni az ifjázat és egy pár fővel bejönni, akkor azt nagyon szívesen fogadjuk, nagyon szívesen megkinyitjuk az ifjúsági házat, azonban ezt előre kell egyeztetni velünk. Jelenleg milyen tevékenységet folytat az Ifjú Kistelekiek Szövetsége? Mik vannak kilátásban? Jelen pillanatban ugyanúgy zajlik a rendezvényszervezés, emellett újra ráhasaltunk az ifjúságügyi hálózatra. Most jelen pillanatban kiépítés alatt áll egy Kistelek, Kömpöc, Csólyos, Pálos és Kiskunmajsa tengely. Mindez azt akarja, hogy hasonló ifjúsági életet szeretnénk adott településeken létrehozni, mint ami Kisteleken zajlik, azonban minden településnek más az igénye, más létszámú fiatalok járnak oda, iskola, infrastruktúra, stb. Nagyon sok mindenben eltérnek ezek a települések egymástól, így mi nem is ugyanazt a sémát visszük mindenhova, nem azt szeretnénk, hogy mindenhol ugyanolyan rendezvények legyenek, ugyanazon épüljön fel a történet, hanem a város és a városban lakó ifjak élete alapján, hogy őnekik mik is az igényeik, mit szeretnének a saját településükön létrehozni, ez alapján mi tulajdonképpen generáljuk az ifjúsági életet, mi aktívan nem veszünk részt benne, nem mi találjuk ki az ötleteket, nem mi csináljuk az ottani életet, hanem tulajdonképpen képzéseken, találkozókon és egyéb megbeszéléseken keresztül mi azt a kontaktalapot, azt a tudásanyagot, amit mi már az évek alatt fölhalmoztunk, ezt továbbadjuk, megtanítjuk nekik, és így ők is el tudnak indulni majd ezen a saját kis útjukon. Jelen pillanatban Kömpöcön voltunk két alkalommal, felépítés szempontjából az első alkalom mindig egy találkozó, egy beszélgetés, egy ilyen kis élménycsere. Ott föltérképezzük azt tulajdonképpen, hogy az adott településen az ifjúsági élet hogy áll, hányadán is áll pontosan. Kömpöcön voltunk ugye két alkalommal, amint mondtam, megtudtuk, hogy az infrastruktúrájuk nagyon jó, van faluházuk, ifjúsági házuk, tényleg egy nagyon fölkészült településről beszélünk, azonban az ifjúsági élet valahogy elmaradozott, háttérbe szorult az évek alatt, és a fiataloknak azonban bőven van igényük erre. Ők persze egy teljesen más profilt fognak felépíteni, mint mi. A második alkalommal pedig elkezdtük a célharmonizálást. Tulajdonképpen ez arról szól, hogy mindenkinek saját kis céljai vannak, hogy mit is szeretne ezzel az ifjúsági élettel elérni, hogyan is szeretné, milyen rendezvényeket szeretne, mint szeretné ezeket a dolgokat, és mi úgy döntöttünk, hogy mindenkinek az egyéni kis céljait összegyűjtötték saját maguk. Ezeket utána kis csoportba tömörülve átbeszélgették, próbáltak egy közös nevezőre jutni, ezek után pedig ezeket a közös nevezőket egy nagy mederbe tereltük. Szép és jó az, hogyha tényleg sok oldalú, sok irányú az egész ifjúsági élet, azonban kell egy fő medernek, egy fő vonalnak lenni, ami alapján halad az egész történet, és az a mesdje, amit szépen járniuk kell. Persze, hogy vannak oldalágak és különböző olyan rendezvények, vagy olyan profilú dolgok, amik nem a mederhez tartoznak, semmi baj, ezzel sokkal színesebb a történet. Azonban szeretnénk, hogy tényleg egy vonalon haladjanak. A jelen találkozóra 7 ember jelent meg. Nagyon örültünk, ugyanis már ötletekkel fölkészülve papírra, tollal, füzettel érkeztek erre a találkozóra, és tényleg látszik rajtuk az a potenciál, hogy ők ezt nagyon szeretnék csinálni, és az idei évben, valószínűleg őszre már szeretnénk azt is, hogy Csólyos, Pálos és Kiskunmajsa is bekapcsolódjon ebbe a tengelybe, és hát utána meg szépen haladjon tovább az útján az ifjúsági hálózat. Köszöntöm a televízió nézőket, a következőkben a Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt héten történt legfontosabb eseményekről fogok beszámolni. Az elmúlt héten 3 közlekedési baleset történt illetékességi területünkön. Az első baleset Kistelek lakott területen következett be május 16-án a hajnali órákban.
Személygépkocsi vezetője nem az útviszonyoknak megfelelően választotta meg járműve sebességét, majd az úttest mellett található tölgyfának ütközött. A balesettel összefüggésben a gépkocsi vezető sérüléseket szenvedett. A helyszíni szemle során alkalmazott elektromos alkoholteszter pozitív értéket mutatott, ezért a férfival szemben mintavételt foganatosítottak. Ittas járművezetés vétség megalapozott gyanúja miatt a 21 éves kisteleki lakossal szemben büntetőeljárás egyéb közlekedési szabálysértés miatt szabálysértési eljárás indult. A második káresemény az 54-121-es számú úton történt, május 18-án a hajnali órákban. Személygépkocsi vezetője féktávolságon belül a járműve elé ugró őzet ütött el. A helyszínen végrehajtott intézkedések eredményeként megállapítást nyert, hogy a gépjármű vezetője nem vonható felelősségre az anyagi kárral járó baleset kialakulásáért. A harmadik baleset Balástya lakott területen következett be, május 20-án a délutáni órákban. Egy Budapest irányába közlekedő személygépkocsi vezetője a követési távolság be nem tartása miatt az előtte haladó járműnek ütközött, amelynek következtében a részes járművezető szenvedett sérüléseket. A közlekedési eseménnyel összefüggésben szabálysértési eljárás indult. Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás büntettének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást a Kisteleki Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya. A rendelkezésre álló adatok alapján a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy alkalmi lopás módszerével bankkártyát tulajdonított el, majd 2014. júliusában több alkalommal jogtalanul készpénzt vett fel a sértett számlájáról. A kisteleki férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd vádemelési javaslattal az ügy iratait a szegedi járási ügyészségre továbbították. Lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt folytatott eredményes büntetőeljárást a Kisteleki Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya. Az elkövető két alkalommal 2014. július és augusztus hónapban az egyik ópusztaszeri tanya ingatlanba az időskorú sértett figyelmét elterelve jutottak be. Az egyik esetben készpénzt tulajdonítottak el, a másik alkalommal a környéken lakó személy megzavarta az elkövetőket, akik a helyszínről elmenekültek. A végrehajtott széleskörű nyomozás eredményeképpen megállapítást nyert bűncselekménnyel gyanúsítható személy kiléte, akinek kihallgatását követően az ügy iradait vádemelési javaslattal a szegedi járási ügyészségre továbbították. 2015. január 19-én az éjszakai órákban az egyik kisteleki lakos bérlőtársát tetlek bántalmazta, több alkalommal ököllel fejen ütötte, aki ennek következtében sérüléseket szenvedett. A 34 éves kisteleki férfi gyanúsítottkénti kihallgatása során elismerte a terhére rótt súlyos testi sértés büntettének elkövetését, az ügyet szintén vádemelési javaslattal a szegedi járási ügyészségre továbbították. Az egyik balástyai tanyából dolog elleni erőszakkal kisgépeket tulajdonítottak el 2015. május 19-éről 20-ára virradóra. A végrehajtott széleskörű nyomozás eredményeként megállapítást nyert a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy kiléte, a lopási kár megtérült. Az 51 éves balástyai férfi kihallgatása során elismerte a terhére rótt lopás büntettének elkövetését. Köszönöm szépen a figyelmet! E heti sportágválasztóvatunkban a helyi kézlabdát vettük jobban gorcsa alá, melynek során képet kaphatunk a kezdetekről, a klub jelenlegi helyzetéről és az elért eredményekről, valamint szó esik a kisteleki kézlabda élet távolabbi terveiről, jövőjéről is. A sport nyújtott eredményekről, tapasztalatokról a kisteleki kézlabda vezéralakját, edzőjét, Ónozó Istvánt kérdeztük. Thank you.
Mióta foglalkoznak Kisteleken kézilabda oktatással, képzéssel, illetve milyen korcsoportokra tehető az itteni kézilabda élet? Hát ez nagyon régóta nyúlik vissza. Hát először, hogy amikor még Petőfi iskola néven szerepeltünk, illetve amikor ide kerültem Kistelekre, hát ennek már szerintem közel 40 éve. Még a Homokos udvaron kezdtünk egy kézilabdázni, fiúkkal, lányokkal egyaránt, utána ugye építették meg a bitument pályát, akkor ott folytattuk a kézilabdát, utána Balázstei sportcsarnokba jártunk át, és a végén ugye fölépült ez a sportcsarnok, és akkor így már komolyabban tudtunk a kézilabda sportággal foglalkozni. Egy-két érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy amikor még bitumen pályán készültünk föl, sokszor olyan csapatokat sikerült megelőzni, akiknek csarnokok volt, például mondok egy Ferencváros, vagy egy Debrecen tudtunk legyőzni, úgyhogy nekünk nem volt ilyen lehetőségünk. Nos, azóta ez a lehetőség úgy gondolom, hogy kiegyenlítődött, sőt, tehát olyan edzéseket tudunk itt tartani, hogy bárkinek az edzés munkájába föl tudjuk venni a versenyt, úgyhogy hát így alakult ez a kézilabda ki. Komolyabban természetesen akkor indult be ez a sportág, amikor ugye megkaptuk ezt a lehetőséget. Először csak a diákolimpiákon szerepeltünk, utána részt vettünk különböző országos rendezvényeken, tornákon, már következtek a nemzetközi tornák, és hát most úgy néz ki a Magyar Kézilabda Szövetség, csinált egy elég komoly utánpótlás bajnokságot, ami országos bajnoki címig folytatódik. Tehát itt azt mondhatnám, hogy első osztálytól kezdve 8. osztályig itt minden lánynak lehetősége van különböző korosztályokban. Ez legalább jelent 6 vagy 7 évfolyamot. A legkisebbek a szivacs kézilabdát játszanak, a nagyobbak pedig ugye az egyes, illetve a kettes kézilabdával játszanak, ugyanis hát csak lány kézilabdával foglalkozom, legalábbis én. Ebben az évben is vége tulajdonképpen a diákolimpiai szereplésnek. Épp tegnap voltunk Tápiószalén a már 3. korcsoportos lányokkal országos elődöntőn, és ez 4 csapatos volt. Az ellenfelek ilyenek voltak, mint Tápiószal, Győr és Dorog. Hát itt a 4. helyet sikerült megszereznünk, de élmény számba ment, hogy a Győri Audi Eto, tehát a nemzetközileg 2-szeres bajnokok ligája győztes erdülő csapatával tudtunk játszani. Hát nem egy súlycsoportban voltunk, bár a küzdelem meg a harcban úgy gondolom, hogy ugyanúgy dicséret illeti a mi lányainkat is. Tehát mindenféleképpen ez egy élmény a gyereknek, hogy a győriekkel tudtunk játszani. Előtte a 4. korcsoportosoknak volt a úgynevezett országos elődöntő, az meg Békés Csabán, és ott viszont 3. lettek a lányok. Ugye megelőzött bennünket a Balmazújváros, ők kerültek országdöntőbe, 2. lett a Békés Csaba, mi lettünk a 3. Utánpótlás bajnokságban legjobban szerepelt az U13-as csapat, tehát ez tulajdonképpen a zömébe 7. lányok, 8. lányokkal kiegészítve, vagyis a 2001-es születésű, 2001-2002-es születésű lányok. Hát ők is nagyon sokáig meneteltek, először ugye a megyebajnokságban 2. kovább kerültünk, utána a 3 megyebajnokságában, Csongrád, Békés, Bács-Kiskun megyebajnokságában 3. lettünk, és utána lépett be újabb 3 megye, tehát a 6 megye bajnokság, ez régió döntő. Hát itt a régió döntőből már nem sikerült tovább jutnunk, mert már a következő lépcsőfok az országos bajnokság lett volna. Hát ennyit a múltról, meg a jelenről. Kik és milyen rendszerességgel tartanak itt edzéseket a kisteleki sportcsarnokban? Elég sokan edzük most már gyerekeket. Hát kezdeném a legkisebbekkel, első osztályosokkal, Jánosi Adél foglalkozik. A utána való korcsoportokkal, mondhatnám úgy, hogy a Csányi Ádos pár, mert a Piroska, meg a Józsi is foglalkozik lányokkal. És utána én foglalkozom az U13-mal,
a megyei fölnőttel, illetve hát még besegítek az U11-nek az edzésében is. Tehát ez az edzés az úgy néz ki nálunk, hogy ők edzik a kisebb korosztályokat. Nálam vannak hétfőn, szerdán, pénteken 5:30-tól 6:45-ig az úgynevezett 5.-6. osztály, tehát a harmadik kócsoport, és 3:45-tól 7:30-ig pedig a nagyobb lányok, a 8. lányok, meg ott a megyei bajnokságban szereplő lányok is jönnek edzésre, tehát így épül föl az edzésünk. Tulajdonképpen ez egy iskolának a gyerekanyagára épül, ez az egész bajnokság. Bár ugye több korcsoportról beszélünk, de általánosságban hogyan szokott felépülni egy-egy edzés? Milyen elemeket gyakorolnak be a csapat tagjai? Ugye vannak labdanélkül edzések, vannak labdás edzések. Na most nálam általában, mivel gyerekekről van szó, tehát a labda mindig szerepel. Inkább a labdával próbálunk úgynevezett fizikai képességeket is fejleszteni, tehát az erő, gyorsaság, robbanékonyság, állóképességet. Hát utána ugye kicsi gyerekeknél a játékosság, sokat játszanak, a játék közben feladatot kapnak, ilyen lehet az emberfogás és védekezés. Akkor megtanítjuk őket területet védekezni, ennek különböző variációi vannak. Na most az országos bajnokságban viszont megkötések is vannak, például az első fél időt kötelező a kicsiknek emberfogással védekezni, a nagyobbaknak pedig nyitott védekezéssel. Na most a nyitott védekezés ugye ez a 3-2-1-es védekezést jelenti, legalábbis ez az alapfelállás, ott utána ez variálódhat 5-1-es, illetve 4-2-es védekezésbe, vagy 3-3-as védekezésbe, ugye kinek milyen gyerekei vannak, hogy kinek mi a testhezálló. Úgyhogy, tehát a lényeg az, hogy technikai képzés folyik, mivel kicsi gyerekek vannak, hogy minél szélesebb repertoáron tudjanak később kézilabdázni, és akkor utána ugye jönnek a taktikai elemeknek a gyakorlása, ami már tulajdonképpen már az egész csapatról szól, hogy milyen taktikával küldöm őket fel a pályára, és hát természetesen folyamatosan lényeges az, hogy a lányok erősödjönek, mert az elég kemény sportág ez, ugye kell hozzá agresszivitás, a testtest elleni harc, na most ugye az esések, stb. A lövőerő, ruganyosság fejlesztése, tehát sok mindennek kell foglalkozni. Ugye ön amellett, hogy edző, milyen kapcsolat fűzi a kézilabdához, mint sporthoz? Hát valamikor ugye kézilabdáztam, akkor ilyen csoporttársakkal végeztem a főiskolát, mint a Skalicki László, a Mocsai Lajos, a Lesti István, tehát tudnám sorolni, a Barok Pistit, utána pedig sikerült olyan közösségbe nevelkednem, hogy megszerettem ezt a játékot, és hát mondom, utána a homokos talajtól a bitumenig a sportcsarnokig ezt mind végig zongoráztam, és mai napig, tehát követem az ország kézilabda sportját nemzetközi szinten, tehát úgymond ez nekem is szórakozás, de ugyanakkor az ember próbálja magát képezni, mert ez a kézilabda játék is nagyon nagy hosszúságra fejlődik, elég csak a Bajnokok Ligája mérkőzéseit nyomon követni, nézni, ahol szóval meglepő és ragyogó dolgokat művelnek. Hát Magyarországon egyébként szerintem mindenki laikus legalábbis kedvele a kézilabdát, nem kell messzire menni. Egy Szeged Veszprémnek a párharca az mindig olyan kuriózum, hogy az Európában is bármelyik bajnokságban kitüntetett helyen szerepelne. Ez a szerelem ehhez a sportákhoz, tehát nagyon régi. És hát remélem, hogy még azért sok szép élményem is lesz ebben a sportágban. Meg hát remélem, hogy nagyon sok gyereknek tudom még megtanítani ezt a úgymond kemény, de azt gondolom, hogy egy nagyon fair játék. Milyen nagyobb sikereket, eredményeket tudhatnak magukénak a kisteleki kézisek? Most ezt felsorolni lehet, hogy sok lenne. Országos bajnokságokat is nyertünk diákolimpián, amikor ugye a Debrecent, a Győr sikerült megverni az elődöntő, illetve a döntőbe.
Azért ezeket a neveket mondom, mert ezek a csapatok rendszeresen részvei országos döntőnek. Akkor kuriózumként a Fradival is sokszor találkoztunk, az első 5 mérkőzésen meg tudtuk verni a Fradit, utána döntetlen játszottunk, utána a következő mérkőzéseket viszont már ők nyerték. Ami kuriózum számba megy, hogy részt vettünk Szegedi Nemzetközi Tornán, ott több első helyet szereztünk, részt vettünk a Célkapon, ez Magyarország legnagyobb nemzetközi tornája, 15-20 ország részvételével, 120 csapattal, több ezer mérkőzéssel, na itt is sikerült már 4-szer elsőséget elérni. És hát ugye jön az NB2-es bajnokság, ahol ugye a legjobb helyezésünk a második hely, a harmadik hely. Vagyis most, hogy felsoroltam, ugye több korosztállyal, több bajnokságban is, illetve nemzetközi tornán részt vettünk még Németországban, Herrenberg kisvárosában, Stuttgart mellett. Ott is tudtunk nyerni, azt hiszem, hogy 2-szer. Tehát azért a kisteleki kézlabdás lányok letették névjegyüket országszerte, illetve más országokban is. Hát nagyon röviden ezeket tudnám, de hát természetesen kiemelve bármiről tudnék nagyon sokat mesélni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy elég sok lánynak tudtunk örömet okozni azzal, hogy különböző bajnokságban, mert volt olyan gyerek, aki országos bajnok volt, nemzetközi bajnokságot nyert, NB2-es bajnokságban második helyezett, tehát halmozta az eredményeket. Úgyhogy hát nagyon röviden ennyit tudok elmondani. Ön hogy látja, ezek az előbb említett eredmények javarészt minek köszönhetőek? Hát én úgy gondolom, hogy itt kínálkozott egy lehetőség, mert ha ide kerültem Kistelekre, itt csak úgy gondolom a focit ismerték, viszont a lány vonalon a lányoknak is ki kellett valamit találni, hogy ők is eredményesek legyenek. Na most hát így kezdődött ez, hogy megkértek a lányok egy mezőgazdasági munka alkalmával, akkor még jártunk az iskola, és akkor mondták a lányok, hogy ők minden délután bejönnek, csak tanítsa meg őket kézlabdázni. Na és hát ugye be is jöttek, lelkesek voltak, megtörődtem őket, és akkor ugye kicsik is ezt látták, figyelték, és akkor egyre többen lettünk, és így alakult ki, hogy utána már évfolyamonként elindult ez a kézilabda, ez a csapatépítés, és hát akkor még szerényebb csapatokkal játszottunk itt a környéken, Sándorfalva, Üllés, Bordány, tehát ilyen szintű csapatokkal, hát utána ezt kinőttük, és ugye jöttek utána a sokkal nehezebb ellenfelek. Tehát így alakult ez valahogy ki. És hát remélem, hogy ezek az eredmények ezek folytatódnak is. Hosszú távon mik a távolabbi elképzelések, célok, amiket még szeretnének így klubszinten megvalósítani? Hát klubszinten mindenféleképpen szeretnénk ugye valamilyen bajnokságba szerepelni. Ez ugye mindenféleképpen adódik a megyei bajnokság, de hát ugye az ember csak szeretne magasabb bajnokságokban is részt venni, kipróbálni magát, illetve a lányokat, ez az NB2, de sajnos ezek a lányokról tudni kell, hogy mindegyik tanul, na most nem úgy tudják látogatni az edzéseket, mikor már elballagnak, vagy mikor már leérettségiznek, ugye egyetemre, főiskolára járnak, és így nagyon nehéz azt az edzés munkát elvégezni, ami jelen esetben egy NB2-es bajnokságba kellene. És így félő, hogy elindulunk NB2-be, és utána edzés hiány, illetve ami elér bennünket az utóbbi 2 évben, hogy 4 lányunkat kellett műteni, operálni, és hát bizony ez most nagyon rá tette a bélyegét a fölnőtt csapatra, de úgy érzem például, hogy most a megye bajnokság rájátszást veretlenül nyertük, ami azt jelenti, hogy most ugye fölkerülhetnék NB2-re. Na most a bajnoki cím megvan, de hogy merjük-e bevállalni az NB2-t, ezt még meg kell erősen fontolni. Én úgy gondolom, hogy talán még kell egy év, hogy a fiatalok úgy fölnőjönnek, hogy bátran tudjuk vállalni az NB2-t. Ön elsősorban kiknek ajánlaná a kézilabdát és miért? Tehát, hogyha tegyük fel, most valaki kedvet kapott volna, akkor annak miért ajánlaná ezt a sportot?
nagyon egyszerűen válaszolnék, akkor azt mondanám, hogy mindenkinek. Mert ez a sportág, hogy ugye dobni valahogy mindenki tud. Na most a másik az, hogy csapatjáték, tehát valahol ugye élvezve a játékot. Ugye a kézilabda alapjait tanítjuk, nagyon sok olyan játék van, amit ugye mindenki tud csinálni, testnevelés órákon csináljuk is. Most akik komolyabban szeretnének kézilabdázni, azok pedig eljárnak edzésre, tehát több időt szánnak a kézilabdára, és így nagyobb a valószínűség, magasabb szinten tudják művelni. De természetesen hát óvodás kortól kezdve, főleg a szívacs kézilabdát el kell kezdeni, és ott az alapokat, ugye a dobást, a lábunkát, a védekezést, a kapuralövések, ezt mind kicsi korban meg lehet tanulni, ugye a célba dobó versenyeket csinálok, hasonló gyakorlatokat, akkor játék közben érlelődnek a gyerekek, tehát ugye a koncentráltság, a csapatszellem kialakítása. És ha ez óvodás kortól elkezdődik, akkor egész úgy gondolom, hogy 8. korig kész játékosokat lehet nevelni. És hát ami föl is épült nálunk, hogy ugye a kicsikkel foglalkoznak a kollégák, és akkor az úgynevezett 4. korcsoport, a 7. 8. lányok, a megyei szinten dolgozó lányok, azok pedig nálam vannak. Tehát na most, ha valaki később próbálja elkezdeni, mert úgy gondolja, hogy tehetség, teszem föl, nagyon jó rugója van, vagy nagyon erőset tud dobni, hát ezek megpróbálják, és úgy gondolom, hogy a szorgalommal még mindig helyet tudnak kapni. Itt egy élő példa, most egy 7. lány állt a kapuba, és nagyon jól meg is oldott a feladatát. Később kezdte, de a lelkesedés, a szorgalma, úgy gondolom, hogy rövidesen olyan szinten lesz, mint a többi lány. A népszerű mesemondó Mindenki Móka Mikije, azaz Levente Péter Kistelekre látogatott, hogy egy vidám és felejthetetlen előadást tartson a kistelki óvodásoknak és az általános iskola alsóbbi folyamainak. A mese fontosságáról, a gyermekekhez fűződő viszonyáról, eddigi pályafutásáról és az itt szerzett élményeiről kérdeztük az Égből Pottyant Mesék sorozat egykori főszereplőjét. Jó napot kívánok! A mai délelőtt során egy hangulatos és vidám előadást láthattak önöktől a gyerekek. Hogyan tudnak ilyen jó és meghitt, bensőséges kapcsolatot kialakítani a gyerekekkel egy-egy ilyen előadás során? Nagy trükkel érünk, hogy mi nem ott vagyunk 50%-ban, ahonnan ide érkeztünk, mondjuk 220 kilométerre, és nem ott vagyunk, ahova innen igyekszünk, mondjuk 300 kilométerre, hanem mi, ahova megérkeztünk, akitől a megbízást kaptuk, jelen esetben Kistelekről, innen, ahol ilyen emberek vannak, mint a Mónika néni, a Józsi bácsi, a Rózsa néni, akik megkerestek minket, anélkül, hogy mi ajánlottuk volna magunkat, mert Ópusztaszeren egyszer találkoztunk, és Ópusztaszeren látták a munkánkat, nem pedig az ajánlatunkat kapták meg, hogy vidám gyermekműsorunkkal, vagy irodalmi műsorunkkal szeretnénk majdnaknél fellépni, hanem ide már úgy jöttünk, mint hogy hazaérkeztünk volna. És ettől a pillanattól kezdve már úgy érezzük magunkat, mint egy családtag. Ezért engem úgy kell szólítani, hogy Péter bátyó. A bácsi az idegennek való, a bátyó az családtag. Délután Döbrentei Ildikóval letalálkozhattak majd az ezeknek a csodálatos iskolás óvodás gyerekeknek a szülei. Az édesanyák, édesapák, nagymamák, nagypapák és a tanítók. Őket várjuk. És a derű pedig, amit úgy említett meg, hogy mulatságos előadás, az attól mulatságos, mi nem akarjuk megnevettetni a gyerekeket, mi attól mulatságos, hogy mi magunk mulatunk. Tehát nekünk, aki én velem dolgozik, annak örömöt szerez a szolgálat. Bármilyen szolgálatot végzünk, művészi munkát, tanítói munkát, és a tanítóit azt óvodástól egyetemistán keresztül felnőtt oktatásig minden korosztállyal találkozunk, és közéleti munkát. A közéleti munka pedig az, hogy az a feladatunk, hogy ne a településünket váltsuk meg mi átlagpolgárok, ne a megyénket, ne a régiónkat, ne Magyarországot, ne Európát, ne a világot váltsuk meg, az már rá van bízva másra. Több ezer éve mi azon a négy szögölön, ahol vagyunk, ahol megbízást teljesítünk, szolgálunk, ott nekünk minden nap 0 órától 24 óráig politizálnunk szükséges, de nem pártpolitikát, kedveseim, nekünk. Vannak a pártpolitikusok, az rendben van, vannak egyházpolitikusok, püspökök, stb.
mi átlagpolgárok azon a négyszögön kell, hogy a magatartásunkkal politizáljunk. És mi a magatartás lényege, kedveseim? Mert viselkedni 7 milliárd lény képes, de magatartásra csak az az ember képes, aki törekszik arra, hogy abban a 24 órában, ahol megjelenek, ott több örömöt szerezzek a környezetemnek, mint bánatot okozzak, legalább egyel több mennyországi pillanatot szerezzek, mint pokoli pillanatot magam körül, és akkor este nyugodtan számolhatok el. És nekünk azért könnyű este elszámolni, mert nem akarunk elszámolni semmilyen főnökünknek, semmilyen világi hatalomnak, nem. A saját magam lelkiismeretének szeretek elszámolni este, hogy vajon ma több hasznot hajtottam, amire jártam, mint kárt okoztam. És én magammal elszámoltam, utána egy embernek számolok el a 7 milliárdból, az a feleségem. A szemébe nézek, hogy ma eddig több örömöt szereztem neked, mint bánatot okoztam. Mert hogyha esetleg még a bánat javára dőlne, akkor még gyorsan beszéljük meg, bocsássunk meg egymásnak, hogy úgy menjünk az éjszakának, hogy békésen aludhassunk. És utoljára önmagam és a feleségem után az Úristennek számolok el, aki nem keresztény, nem muhamedán, nem sintoista. Az Úristen maga a rend. Vajon rend volt-e ma körülöttem, amire jártam? És ha igen, akkor nyugodtan lefekszem, és nyugodtan alszom. Ezt kívánom minden kistelkinek, és a maguk figyelmének is. Önt az ország többek között Móka Mikiként tartja számon, illetve sokaknak ismerős lehet az Égből pottyant mesék című sorozatból is, mint főszereplő, illetve rendező. Manapság a televíziózásban mennyire van még jelen a mesemondás, és hogyha esetleg egy kicsit eltűnt, annak mi lehet az oka? Nagyon érdekes, hogy én, aki nem jobb oldalinak, hanem jobb kezesnek tartom magam, ami azt jelenti, hogy nem vagyok féloldalas. Tehát aki bal oldali vagy jobb oldali, annak úgy néz ki, mintha egy torzó görög szobor lenne, hogy hiányzik az egyik fele. Én a bal kezes és a jobb kezes magatartás híve vagyok, és az a egészségben, ezt úgy is nevezem, hogy természetességben gondolkodom, hogy mindig mindent háromféle szempontból kell egyeztetnem. Lelki, szellemi és materiális szempontból, és amit mondott, hogy én a Móka Mikit ugye 53 éve kezdtem a televízióban, utána a Kossuth Rádióban 15 évig, 80-tól 95-ig ment az óvodások sorozata, a Kikopog minden hétfőn reggel. A harmadik, a 90-től 2000-ig ment a csodálatos Égből pottyant esti mesék. Az, hogy manapság mi van, hogy van, az én nekem halvány fogalmam nincs róla, mert a közmédiumokban 96-os évektől nekünk nincs saját munkánk, amit nekünk felajánlottak volna, de minden nap csörög a telefonszámom, a titkos telefonszámom, és annak az eddigi 53 évnek az eredménye, ami nem léggömb. A léggömbök azok elszállnak, vagy szétpakadnak, vagy összefonjadnak. Mi nem léggömbökben gondolkodunk, nem sikerben, hanem eredményességben, mint a borostyán. És mindig, ameddig szolgálunk a földön, addig, mint a borostyán, kitépve is, a komposztálóra dobva, mindig gyökre teresztünk. És mindig lesznek olyanok, mint a kistelki gondolkodó emberek, akik azt mondják, ahogy ön mondta, hogy hiányzik, vagy ma nincsenek azok a fajta mesék, amik ott voltak. Persze, hogy nincsenek, mert most import mesék vannak, és azok a matéria, az anyag felé mentek el, az előtte lévő mesék pedig még a szocializmusban is lélek és szellem felől indultak azok a mesék. Mert ott úgy néz ki, hogy nagyobb szabad kezet kaptunk. Nekem mindig azt mondták, hogy te azért lehetsz Móka Miki, mert az óvodásoknál nem okozhatsz sok kárt ezzel a te jobbkezes gondolkodásoddal. Hát a legtöbbet az nem is értik, nem tudják, hogy magzatkortól fogváltás utáni időig lehet a legtöbb hatást elérni egy embernél. Utána még lehet
egy-két dolgot változtatni, de hogy milyen felnőtt lesz abból az emberből, az tulajdonképpen magzatkortól 12-13 éves korig eldől. A magzatkorában hallottak, és a születésétől látottak alapján. Ezért fontos, hogy ilyen csodálatos vezetők legyenek már az óvodában, hogy van egy Mónika, aki nő, a másik óvodában egy férfi, a Sejben Józsi, és akkor ezek a büdös kölykök láthatnak egy nőt, láthatnak egy férfit, és tegnap találkoztam az óvodában szülőkkel. Több apa jött a gyerekért, nem csak anyák jöttek, nem csak nagymamák, nem csak keresztmamák jöttek, szoknyásak, apák, gatyás, felnőtt férfiak, és tisztességgel köszöntek, kezet fogtak. Méltó példakép. A család alapja a házasság alapja pedig egy nő és egy férfi. Ez a lényeg, és ezután lehet beszélni nemzetről. Nincs nemzet. Családok nélkül, és nincs nemzet, és nincs család, házasság nélkül, és nincs házasság férfi és nő nélkül. Ön mennyire tartja fontosnak, hogy a mesék a szórakoztatás mellett azért valamilyen fajta tanulságot is hordozzanak magukban, illetve valamilyen fajta nevelő célzatot esetleg? Hát nem, hogy fontosnak tartom, hanem Döbrentei Ildikóval 47 éve közösen halálosan pontosan így gondolkodunk, hogy mi nálunk szemben a általában a gyermekeknek dolgozó, bármilyen foglalkozású emberrel szemben mi nem szórakoztatunk. Nálunk nem céltárba tartozó érték, nem stratégiai érték a szórakoztatás. A szórakoztatás az formai érték nálunk, taktikai érték, eszközérték az értékrendünkben. Stratégiai érték az a tanítás, kedveseim. A tanítás, hogyha ezt az előadásomat valaki megnézi, akkor halál világosan láthatja, hogy a 20. század aljas három T-je helyett, a tiltott, tűrt, támogatott helyett, én a 21. századra három új T-t ajánlottam Magyarországon gyermekeinknek, utódainknak és felnőtt szülőtársaimnak: a természet, a teátrum és a transzcendens hármasát, három T-jét. A természet az, hogy természetesen viselkedjünk, ismertessük meg a gyerekeinkkel a füveket, fákat, bogarakat, növényeket, a szomszédokat, az embereket, az őseiket, az ükszüleiket, a dédszüleiket, hogy tudják, hogy honnan származnak. Ez a természet. A teátrum pedig, az nem azt jelenti, hogy eljönnek az én Kacagó koncertterembe, vagy Szegedre elmennek a színházba megnézni egy előadást, nem azt jelenti. A teátrum az a társas játékot, a színház az egész világot jelenti. Minden órában, minden jelenet, amit a országúton a felező vonal mellett haladó autóvezető társam, ez mind színdarab, ez mind jelenet, mind szereplők vagyunk, ezek társas játékok. Azt jelenti a teátrum, hogy ott abban is tanuljunk meg már magatartással viselkedni, és a transzcendens pedig nem azt jelenti, hogy minden nap a templomba kell ülni, nem azt jelenti. A transzcendens azt jelenti, kedveseim, hogy van egy olyan teremtő erő, amit nem is érdekes megnevezni, én Istennek nevezem, de nem teszünk hozzá semmilyen jelzőt, hanem Istennek nevezem, és kell egy olyan valami láthatatlan, ami felé nekem el kell számolni. Ezt apám úgy tanította meg nekem 10 éves koromban, hogy Isten szeme mindent lát. Vagyis, amikor ő nem lesz közel én hozzám, és én akkor valami disznóságot akarok csinálni, mert tudom, hogy apám 200 kilométerre lakik tőlem, akkor fiam, sajnálom, lehet, hogy én nem látom, amit csinálsz, de a mennyei atya az látja. Úgyhogy ne feledd, fiam, te sose leszel már magányos. Lehet, hogy egyedül vagy, de a transzcendens szempontjából mindig lesz egy őrző szem melletted, fiam. Nem ellenőrző, ellenőrző az a rendőr, az más kérdés. És látható is, az az ellenőrző. Egy őrző szem lesz melletted, az a mennyei atya. Tehát minden nap el kell számolni saját magadnak, a környezetedben, akikkel együttműködsz, azoknak és az Úristennek. Hogyan érezte magát itt az előadás során, illetve a gyerekek
mennyire voltak befogadóak, illetve együttműködőek? A gyerekek azok mindig mindenhol egyformán befogadóak, mindig mindenhol erre a fajta kapcsolatra is képesek. Én egy hibát követtem el a mai előadásban, amikor is egy tanítónő rámutatott egy gyerekre, hogy a sok jelentkező közül, hogy őt hívja. És ilyet 40 éve nem csináltam, hogy akire a pedagógus rámutatott, azt hívjam. Mert azt tudti, hogy az iskolában az egyik főszereplő, de mindig azt csinálja, amit megmondott az óvónőnek, vagy a tanítónő. Vagyis ahányszor én a színpadon őt kreatív, interaktív, nem eldöntendő kérdésre ingerlem, hogy válaszoljon, előtte lenéz a tanítónénire, hogy az mit mond. És most kivételesen őt választottam, ezt a lányt, és nem is volt olyan természetes, mint ahogy képes lenni egy gyerek természetesnek. De ez az csak abban erősített meg, hogy az elmúlt 40 évben jól csinálom a dolgomat. Az első 10 évben csináltam ezt, hogy rábíztam magam az óvónőre, hogy őt hívja ki a színpadra, és az a gyerek az mindig leme volt már evedve, ki is derült, hogy később ők óvodában mindig november 7-én, meg április 4-én, meg március 15-én mondta a verset, és azt, amit betanítottak neki. De önállóan gondolkodni, ott improvizálni egy gondolatot a színpadon, ott olyan ragadt szükségem, mint a Bitó Levente. A Bitó Levente az nem volt egy főszereplő sehol a világon, de itt egy természetes, igazi főszereplő volt ma mellettem. Úgyhogy a Bitó családot külön üdvözlöm. Az édesanyjának a kezét csókolom, mert ő vágta le a haját a fiának, nem fizetett 500 vagy 1500 forintot a fodrásznál. Ilyenek a jó családok. És ezek a ilyenfajta kistelki emberek tartják meg az egész régiót, a Duna-Tisza közét, az országot, Európát. Isten áldja magukat, és utazzanak, amerre bírnak, menjenek, aztán mindenki jöjjön haza. Viszontlátásra! Levente Péter Kistelken tett látogatása alkalmával elkísérte őt felesége, Döbrentei Ildikó meseíró, szerző is, ki a megjelent pedagógusok és szülők számára egy hangulatos előadást tartott a mese fontosságáról, a gyermek személyiségének fejlődését illetően. Az előadásban elhangzottakról, valamint az ide köthető élményeiről mesélt nekünk a népszerű író. A mai előadás témája a mese szerepe a gyermek személyiség fejlődésében. Milyen szerepet tölt be a mese a gyermek személyiség fejlődésében? A mese elsősorban, amit legtöbben gondolunk, meghatározza egy kisgyereknek a nyelvi gazdagságát. Hát ez természetes. Az a gyerek, aki több mesét hallgat, természetesen izgalmasabban, árnyaltabban, és ő maga is gyönyörködik abban a nyelvezetben, ahogyan beszél. Érdekes és gyönyörű meséket találnak ki ezek a sok mesét hallgató gyerekek. Nagyon nagy élmény hallgatni. Benne van az egész életük. Mindig valami olyan hős áll a középpontban, amilyen ő szeretne lenni természetesen. A lányok gyönyörű királylányok, magától értetődik a fiúk, hogyha még nem rontotta meg őket mindenféle képernyő, akkor lovagok akarnak lenni. Lovagok, akik rettenthetetlenül bátrak. Csodálatos, amikor egy elsős kisfiú jól megüti magát mondjuk focizás közben, és akkor egy kis idő múlva kihúzza magát, és azt mondja, nekem ez meg se kottyan, én lovag vagyok. Vannak ilyen elsős fiúk. Bátor, egy lovag az megbízható, egy lovag az hűséges, egy lovag tehát az becsületes, és nagyon-nagyon tiszteli a másikban az embert, különösen, hogyha nő az illető, és hosszú-hosszú felsorolhatatlan hosszú sor, ami ezután következik. A lányok, a nagylányok, a 18-16-tól kezdve, 16-18 és 20 évesek, ha feketére festik a körmüket, hogyha mindenféle színek vannak a hajukban, és össze-vissza vágatják, és letagadják, akkor is egy lovagról álmodnak. A mai lányok is egy lovagról álmodnak. A fiúk valami királylányról álmodoznak érdekes módon, de az a királylány azért legyen egy tapasztalt kurtizán és egy tökéletes édesanyja keveréke, és szívemből kívánom, hogy találják meg. Mert itt jön a
másik dolog, amit a mese adhat. A mese adhatja a reményt. A reményt az egész élethez. Hogy ne csak abban a pillanatban érdegéljünk, ami pont van, hogy ne csak azt lássuk, hogy, vagy ne csak azt halljuk, amit különböző képernyők ránk öntenek, vagy a szomszéd mondja, vagy az, amit sokat hallunk felnőttektől, hanem merjük kinyitni a szívünket, és nagyot álmodni, nagyot és merészet álmodni, és ezt megvalósítani. Nem győzöm elégszer mondani, hogy a reménynek valóságformáló ereje van, a valóságban. Ugyanúgy, mint ahogy a mesében beteljesül a remény, a valóságban is beteljesülhet a remény. És a mese ebben segíthet. Mindegyik olvasmány egyébként, a későbbi olvasmányok. Az is, az a gyerek, aki sok mesét hallgatott, és aki, ugye ne felejtsük ki azért a családot, akinek a családja szokott olvasgatni, tehát lát könyvet felnőttek kezében, az a gyerek olvasni fog, még a mai világban is. Tabletten vagy papíron majd eldönti, hogy min, de olvasni fog. Ott vannak az elsős gyerekek, micsoda dicsőség, hogy egy este elolvas 8 oldalt, már ilyen tájban, május táján. Egy sok mesét hallgatott családban könyvek előfordulnak a felnőttek kezében is, és ő is elolvas 8 oldalt egy este. Most, hogy ez valahogy megmaradjon, és ez, mint a remény, éltessen bennünket ez az elképzelés, hogy ez megmaradhat, ez nem feltétlenül tűnik el a semmibe, csak hát tenni kell érte napról napra. Egy elsős gyereknél a családnak kell tenni, majd aztán később bízzunk benne, hogy ő maga is tenni fog. Aztán mit adhat még a mese? A mese segíteni fog abban, hogy milyen barátokat választ magának később egy gyerek. Segíteni fog abban, hogy milyen társat választ magának az életben. Mennyire lesz képes, hogy megbízható társa legyen. Nem 2 órára szól a szerelem, amit legnagyobb földi ajándéknak kaptunk, hanem és nem is 20 évre szól, hanem addig, amíg élünk, addig szól a szerelem, és megtartható. Ha teszünk érte, persze. És a mese ebben mindben segíthet, hogy érdemes tenni és kitartani, mert örömtelibb lesz az életünk, és tartalmasabb. És valószínűleg közelebb járunk ahhoz a tervhez, ami miatt ide a földre érkeztünk. Hát valamiért jöttünk ide, nem csak löködni érkeztünk ide, és nem csak azért érkeztünk, hogy együnk, vagy egy Porsche kabriót összekaparjunk magunknak, vagy összelopjunk, bocsánat a kifejezésért magunknak, és nem csak azért jöttünk, hogy elirigyeljük a másiknak a medencés villáját, hanem van valami üzenet mindannyiunkban, amit át kéne adni, el kéne mondani. Hát a mese ebben nagyon sokat segít. Aztán segít abban a későbbiekben, hogy mindezt, amit felnőtté válást, ugye egyéniséggel születünk, és később leszünk személyiségé. Ahogy egy személyiségé válunk, hogy ezt hogyan leszünk képesek, azt a gazdagságot, amit az élet jelent, ami egyszerű lemondásokkal és áldozatokkal is teli életünk, tehát nem a luxus élet, hanem az a mindennapi élet, amiben élünk, az annak a napi örömei, amit jelentenek, ha képesek vagyunk észrevenni, hogy ezt hogy tudjuk továbbadni majd a saját gyerekeinknek, és alkalmasint másoknak is. Az előadásban érintőlegesen esett róla szó, hogy mikor érdemes, vagy mikortól érdemes ugye a gyerekeknek már mesélni. Na de milyen történeteket érdemes a gyerekeknek mesélni? Tegyük fel ilyen óvodás korú gyerekeknek, akik mondjuk éppen a szobodában lépnek. Hát hihetetlen gazdag a tár. Én elhoztam ide
egy gyerek irodalmi lexikont, ami érdekes módon mind elfogyott már, tehát nem kapható a boltokban, de valahogy mindenütt úgy látom, hogy újdonságként is megfelel, amikor kézbe adom. Ennek az a címe, ennek a gyerekirodalmi tárnak, hogy Navigátor. Ezt például tudom ajánlani válaszként, hogy mit olvasunk és milyen történeteket meséljünk. A Navigátor tartalmazza mind az úgynevezett mai magyar gyerek és ifjúsági irodalmi íróknak a tárát. Nagyon színes, nagyon érdekes és izgalmas gyerekkézbe is szánt könyv, és nagyon sikeres gyerekek körében is, olvasni tudó alsótagozatos gyerekek körében, mert nem csak az információk fárasztják az olvasót, hanem minden egyes írótól vagy költőtől vannak irodalmi anyagok, egy-egy mese, egy versek, és szép és színes a kivitele. Ezt például nagyon ajánlom. Ez egy gazdag tár, mai magyar. A mai, ezt úgy értem ugye, hogy már azért ottan Lázár Ervin, Janikovszki Éva is, tehát már nem élő mai írók is szerepelnek benne, és egészen fiatal mai írók is. Tessék nézni, forgatni. Ja, a mese szó sokak számára hogy egy dolgot jelent, tehát, hogy mondjuk egy szülő föllapoz egy könyvet, és abból egy történetet elmesél a gyermekének, na de a mese szó ennél több jelentéssel is bír, több fogalmat takar, melyek lennének így a legjelentősebbek, amelyeket így leginkább ki kellene emelni ezek közül. Hát én 16-ot mondtam itt el ma, most ezt mindet nem fogom elmondani, de azt elmondom, hogy mese az is, és legfőképpen ezt nagyon fontosnak tartom, hogyha ezt a műsort gondolom, hogy nézik itt helybeli felnőttek. Nagyon is mese az, amit a szülő vagy a nagyszülő a fejéből kotor elő. Valami, ami gyerekkorából egy halvány emlék, vagy aznapi történéseknek valami visszatükrözése, és lehet, hogy ez olyan történet. Ez ilyen kis gyerekszoba történet, nem biztos, hogy egy kerekmese. Egyáltalán nem biztos, hogy aki meséli, annak fogalma van róla, hogy mik a mese törvényszerűségei. Nem kell ezzel törődni. Itt egy dolog a fontos, hogy akkor, amikor együtt vagyok a gyerekemmel, vagy az unokámmal, akkor nyissam ki a szívemet, és legyek igazából vele, legyek őszintén vele. És gondolatban, vagy valóságban fogjam meg a kezét, és együtt induljunk bele egy kalandba. És ha ez egy olyan történet lesz, aminek jóformán se füle, se farka, az nem olyan nagy baj. Elmesélem ezt az egy történetet, ez nem olyan hosszú, amit egy kedves barátomról meséltem itt el ma este, akinek német anyanyelvű volt az édesapja, és hát ugye, mint okos felnőtt ember elhatározta, hogy na most én a gyereknek minden áldott este németül fogok mesélni, hogy ne csak a magyar anyanyelve legyen neki, hanem legyen egy német apanyelve is, ugye, majd így meg fog tanulni németül. És tényleg így volt az apja, minden áldott este német nyelven mesélt neki, és persze nem tanult meg így németül, de azt mesélte ez az én korombeli ember, hogy tudod, úgy emlékszem vissza, hogy az apám csodálatos, gazdag történeteket mesélt nekem. És egy szót se értett belőle, és mégis. Az apja ott ült, ott volt az a mesei együttlét. És a mesei együttlét az legalább olyan fontos, mint maga a mese. Merjünk mesélni a gyerekünknek fejből is, és könyvből is persze, de merjünk fejből mesélni, igazából ez lesz az, amire majd felnőtt korában visszaemlékszik. Hogy amikor az apám odaült és mesélt nekem egy odvas fáról, és abba a fába bele lehetett menni, de tovább nem emlékszik semmire. Csak ez volt. És csodálatos erre visszaemlékezni.
Az odvasfa, én apám erről mesélt nekünk, az odvasfa több mesémben is szerepel, természetesen. Az életemnek az egyik meghatározó, nagyon szép képe. Íróként hogyan látja, mi különböztet meg egy jó mesét, egy rossz mesétől? Egyáltalán beszélhetünk olyanról, hogy rossz mese? Hát vannak mesének mondott történetek, amik azért nem mesék, mert nem rázzák meg az embert. A mese, ne felejtsük el, az művészet, az költészet. Minden jó mese mélyen magával ragad, és megráz, és kiemel a valóságból. Tehát igazából hogy lehet megmondani, hogy mi a jó művészet, meg mi a nem jó művészet? Hát, hogy csak a felszínen kapirgál, úgy néz ki, mintha művészet lenne, vagy mélyre szánt, és igazán a valóságról, a mélységekről beszél. És milyen érdekes, hogy azt mondjuk, hogy a mese a valóság. Hát persze, az életről szól a mese, csak annak egy furcsa kis variációja, egy furcsa látószöge, olyan, mint az álom. Egy kicsit más. Azon kívül a mesében meghatározó, hogy mindig győz a jó, ami az életben nem így van. A mesében demokrácia van, ami az életben nem így van. És hát vannak ilyen apró különbségek az élet és a mese között, de hogy ez jó-e, azt tulajdonképpen onnan tudhatjuk meg, hogy elakadta a lélegzetünk közben, szaporábban verte a szívünk, hogy akarom-e még egyszer hallani, mondja-e a gyerekem, hogy azt meséld még egyszer. Valahogy így derül ki. Akkor derül ki, hogy jó-e, hogyha magával ragadott. Mennyire fontos egy gyermek számára, hogy a mese egyben tanmese is legyen, tehát hogy valamit tudjon esetleg belőle tanulni? Hát a tanmese nem tartozik azok közé, a mesék közé, amik magukkal ragadnak, és amitől könnyes lesz a szemem. A tanmese nem mese. Tehát azok a mesék, amik arról szólnak, hogy kell ügyesen kezet mosni, vagy hogy kell szépen köszönni a felnőtteknek, ezek nem mesék, hanem a pedagógiának a eszközei, azért hívják tanmesének, és sok mindenre használhatók, csak nem mesék. Ennyi az egész. Döbrente Ildikó, égből pottyant esti meséi. Döbrente Ildikó az én szerelmem, gyermekeink édesanyja és meseíró társam, és a mesekönyveihez ajánlást szoktam írni. Ez az ajánlás, amit most átadok önöknek. Kedves mesevágyó szülőtársam, aki oly szerencsés van, hogy gyermeked van. Az örömökkel és gondokkal vegyes napok befejezéseként, az üldözéses, szemkápráztató gyermekfilmek után esti elcsendesedésekként ajánlom Döbrentei Ildikó meséit. Ma este csak ti hárman vagytok egy meghitt zúgban. A mesélő, a meselátó és a mese. Te, mesélő társam, csak mesélj figyelmesen. Te, meselátó gyermekem, figyelj kíváncsian. És te, mese, ébresz mindegyikünkben erőt adó érzelmeket, felfedező gondolatokat, és végül ringass el békés biztonság érzetben, hogy holnap reggel, ha süt a nap azért, ha esik az eső azért, bizakodó jókedvel kezdhessük az új napot. Többet neked sem kívánhatok, mesekitaláló társam, Döbrentei Ildikó, régi tisztelőd és meselátó társad, Levente Péter. A most következő mesében Benedek Elek a Kerekkő című történetet hallgathatják meg a gyerekek és szülők egyaránt. A mesemondó ezúttal is, mint mindig, Molnár Éva. Kellemes mesehallgatást kívánunk! A Kerekkő. Egyszer volt, hol nem volt, hetet országon, innen Óperencián túl, kurtafalkú marasztúrás után, volt egy szegény halász ember.
Ennek a szegény embernek nagyon sok gyereke volt. Bizony, mikor volt a kenyér az asztal fiába, mikor nem. Hiába kelt a szegény halász kakas szóval, feküdt le késő éjjel. Hiába hordozta a hálóját reggeltől estig a folyóvízről folyóvízre. Betelt rajta a mondás. Halász, vadász, madarász, üres tarisznyába kotorász. Hanem amikor az ágról szakadt szegény ember volt ám ez a halász, éppen olyan gazdag volt a bátyja. Ennek meg egy gyereke se volt. Mikor aztán a szegény halász házánál egy falat sem sok annyi nem volt, mindig csak a bátyjához küldött, hogy adjon Isten nevébe már nekik egy kis vacsorát. Vagy legalább egy kis vacsorához való puliszkalisztet. De ahhoz ugyan küldhetett, azt üzente vissza mindig. Add ő szívesen, egy vékával is, cserébe adja neki valamelyik fiát. Azt már nem teszem, mondja a szegény halász. Ahány gyermekem van, mindegyformán kedves én nekem, ettől sem tudnék megválni. Egyszer, mikor már vagy egy héten nem volt mi falat a szájukba, elment a halász, és azt mondja a feleségének. Addig vissza ne jöjjön, míg egy jó tarisznya halat nem fog. Lejöjj jókor reggel, le is a partra, betevette a hálóját, de csak akkora hal se akadt abba a hálóba, mint a kis ujjam. Már be is esteledett, került-e a szerencse ma is, csak félt már hazamenni is. Látom, mondja magában a halász, hogy mégis hal nélkül kell hazamennem. Istenem, Istenem, mit vacsoráznak ártatlan gyermekeim? Megemlítette a nagy búsonnal, megmerítette a hálóját. Hát olyan nehéz volt, de nem a haltól, hanem egy nagy kő akadt belé. Hiszen nem is volt egyéb. Tényleg kő volt. Hiába forgatta, hiába nézte, az bizony kő volt. Hát nem volt mit tenni. Úgy gondolta, hazaviszi, majd eljátszanak vele a gyerekek. Fölvette a követ, betette a tarisznyájába, hazaballagott. Elébe szaladtak a gyerekek, közrefogták, kérdezték, mit hozott édesapám? Egy kerek követ, fiaim, nem egyebet. Neztek, játszatok vele, felejtsétek a vacsorát. Szegény halász már feküdt is, felesége is, de a gyerekek csak nem tudtak lefeküdni, úgy belemelegedtek a karikázásba. Gurították a követ a szobába, nagyokat csikoltoztak örömükbe, mert a kő egyre fényesebb és fényesebb lett. De a halász nem látta, mert a falnak volt fordulva, úgy sóhajtozott. Egyszer csak mégis megfordult, hát rászor a gyerekekre, hogy feküdjönek már le, elég volt abból a játékból. Hanem amint kifordult a szoba földje felé, hirtelen be is hunyta a szemét, mert olyan erősen fénylet ragyogott az a kerekkő, hogy majd megvakult a nagy ragyogástól. Aztán megint fölnyitotta a szemét, nézte-nézte, a követ, hát szólítja már a feleségét. Hát nézd már, asszony, valami csodakő ez úgy ragyog, mint egy gyémánt. Jaj, lelkem, uram, csapta össze a két kezét az asszony. Ez tényleg gyémánt lehet? Mindjárt megegyeztek, hogy másnap az asszony elviszi a királyhoz magához ezt a követ. Hát, ha megvenné jó pénzért. Fölkelt már pigymalatkor az asszony, kendőbe takargatta a kerekkövet, és ment a király szín elé. Ott mindjárt a palotába, ahogy ért, vezették egyenesten a király elé. Köszön a szegény asszony illendőképpen. Adjon Isten jó napot, felséges királyom! Adjon Isten, szegény asszony! Mi szél vetett hozzá? Előveszi az asszony a kerekkövet. Azt mondja a királynak. Hát, ezt te hol találtad, szegény asszony? Nézi, nézegeti a király. Azt mondja az asszony, ő bennek bizony az ura találta a vízben. Na te, szegény asszony, add nekem ezt a követ, adok érette 1000 pengő forintot. Mert úgy tud meg, hogy ez igazi gyémántkő. Szegény asszony nem szólt semmit, csak köhentett egyet. Azt hitte a király, hogy ne kevesli a pénzt. Kevés neki az 1000 pengő. Szavát nem várta, azt mondja a király. Hát ha nem elég 1000 pengő, akkor adok 2000-et. A szegény asszony megint csak köhentett, mert
úgy meg volt zakadva szegény, hogy egy szót nem tudott szólni. De hogy kevesen lette ő az 1000 pengőt, hanem a király megint azt hitte, hogy kevesli. Azt mondja hát a szegény asszonynak. Hallod, de te szegény asszony, nem sokallok én ezért a kőért 3 zsák aranyat se. Adod-e már ennyiért? Ekkor már az asszony nem köhögött, hanem biccentett a fejével. A király egyszeribe töltetett 3 zsák aranyat, még szekeret meg lovat is adott az asszonynak, hogy hazabírja már vinni a szerencsétlen. Hazamegy az asszony nagy örömmel, de bezzeg voltám öröm a háznál most már. Gazdagok voltak, nem éheztek többet, hanem hallod-e feleség, mondja a halász. Meg kéne mérnünk ezt az aranyat, ugyan hány véka lehet? Hát igaza van kennek, meg kellene mérnünk. Az ám, de véka nem voltám az egész házba se. Kérjünk a szomszédtól, kérjünk a gazdag testvéremtől. Elküldenek egy fiút a gazdag bácsikához. Hát neked meg ugyan mire kellene az a véka? Kérdi a gazdag ember csúfondárosra. Az édesapám pénzt akar vele mérni, mondja a fiú. Hely, de nagyot kacagott már erre a gazdag ember. Nesze fiam, itt a véka, majd utánad megyek én is, hadd látom már azt a nagy pénzmérést. Hát nesze, indulás, megy a gazdag ember az öccseihez. Hát szeme szája tátva maradt a nagy álmélkodástól. Ennyi pénzt még ő se látott soha életébe. Mindjárt megkérdezte az öccsét. Hol kaptad ezt a rengeteg aranyat, édes öcsém? Bezzeg most édes öcsém lett már egyből. Megállj, gondolta magában a halász. Most megtréfállak. Mondja a halász. Ezt nekem a király adta 3 macskáért. Hát az meg már hogy lehet, édesöcsém? Az bizony úgy, bátyám, hogy a király palotájában tömérdek sok az egér, de annyi, hogy a király, meg a felesége, meg a családja se tud már tőlük ebédelni se, de még vacsorázni se. Meghallottam én ezt, azt jártomba, keltembe, hát vettem 3 macskát, azt elvittem a királynak ajándékba. Hely, ha látta volna kigyelmet, hogy megörült már a király ennek a 3 macskának. Mindjárt szólította a hopmestert, megparancsolta ennyi, hogy ennek a derék embernek 3 zsák aranyat fizessen ezért a gyönyörű 3 macskáért. Ahogy ezt meghallotta a gazdag ember, nem volt ámaradása egy percig se. Ment haza, mondja rögtön a feleségének, hogy mit hallott. No bizony, mondja az asszony. Ha ezeknek az ágról szakadtaknak 3 macskáért ennyit fizettek, hát viszünk mi oda 3 zsákkal is. Én is ammondó vagyok, feleség. Azzal utcu neki végigjárták a falut, de még a szomszéd falut is. Ami macskát találtak, mind megvették jó drága pénzért. Mikor 3 zsákra valót összeszedtek, befogadott a gazdag ember 4 lovat, a 3 zsák macskát föltették a szekérre, aztán nagy ostor csattogtatással elindultak a királyvárosába. Megérkezett a városba, ott is mindjárt a palota elé, megállítják a lovakat, a kocsist ott hagyja, maga pedig fölmegy a királyhoz. Bevezetik a király színe elé, és köszön is illendőképpen. Adjon Isten jó napot, felséges királyom! Adjon Isten, gazdag ember, hát téged meg mi szélvetett ide? Azt mondja már erre a gazdag ember. Egy kevés ajándékoztottam, felséges királyom, hallottam az öcsémnek a halásznak a felesége is hozott, jó szívvel fogadta a felséged azt is. Jól van, gazdag ember, de hol van, amit hoztál? Mindjárt hozom, felséges királyom, ott áll a szekéren a kapu előtt. Lemegy a gazdag ember, hátára veszi a 3 zsák macskát, viszi föl a palotába. Eközben a király összehívatta az egész házanépét, hogy lássák már a csodát. Na jött is a gazdag ember. Ahogy belépett az ajtón, abban a szem pillantásban, kioldotta mind a 3 zsákot. Hely, uram Isten, mi lett ott? Az a tenger sok macska ellepte az egész palotát, beszaladtak mindenhova. Neki ugrottak a földig érő tükröknek, ablakoknak. Onnan leverték mindenféle drága aranypoharakat, tányérokat, összetörtek azok mindent.
Kiabált a király, sikoltozott a királyné, de még a király kisasszonykák is. Egy szempillantásra becsődültek a katonák, hogy lássák már, hogy mi történt. Fogjátok meg, kiáltott a király. A katonák azt hitték, hogy a macskákat kell megfogni, pedig a király gazdag embert szerette volna elkapatni. Hanem a gazdag ember sem tátotta ám tovább a száját, kapott a jó alkalma, futott le a palotából, szaladt világgá. Holnap hozzátok is szaladj, legyen a ti vendégetek. Múlt hét pénteken Kistelkre látogatott Levente Péter, a népszerű mesemondó, színész és rendező. Itt léte során kollégájával egy vidám és játékos műsort adhattak elő a megjelent gyereksereknek, kik ámultan nézték és hallgatták a híres tévés figura nekik szánt előadását. A Kacagó koncert névre keresztelt műsort teljes egészében most tekinthetik meg. Sziasztok gyerekek! Sziasztok kedves pedagógusok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a mai napon. Tudom, hogy kicsit szomorkás az idő, de azt is tudom, hogy lassan a gyereknap is közeleg, és ebből az alkalomból hívtunk meg benneteket el az előadásra. Fogadjátok sok szeretettel Levente Péter! Kezdődik a játék.
Mónika néni nő, Józsi bácsi hol vagy csejben? Egy férfi, élő férfi tapsolják meg. Hátul, meg nézzetek hátul, ott van Laci bácsi, idegesi Laci bácsi. Nekem ilyen szerencsém van, hogy nekem volt a családokban nő is, férfi is. Nektek olyan szerencsétek van, hogy kisteleken van Mónika nénitek, Józsi bácsinak. És amikor Mónika néni meg Józsi bácsi képzeljétek kisoltatások voltak, akkor engem úgy hívtak, hogy Móka Miki, hogy hívtak engem? Móka Miki! De nektek már ti nagyon vagytok, Levente Péter a becsületesedek, és ha találkozunk egymással, még horgászás közben is így szólítsatok, Péter bátyú, hogy fogtok szólítani? Bocsánat, iskolások, mutassuk meg az orvosoknak, hogy horgászás közben suttogva beszélünk, el ne ijedjenek a halak. Meglátok engem horgászás közben, akkor Lábúr hegyen gyertek oda hozzám, így érintsétek meg a vállamat, és így szólítsatok, hogy Péter bátyó. Péter bátyó. Még egyszer suttog. Péter bátyó. Nagyon jó forgász lesz területet, és most elállom nektek a titkot. Jaj, ne haragudjatok, megint elfelejtettem valamit. Hát elfelejtettem köszönni, elfelejtettem bemutatkozni, most meg elfelejtettem, hogy kisteletre meghívtam az egyik barátomat, aki nem ember, nem növény, hanem állat, Hakapeci Maki unokája, Barnabás. Megengednétek, hogy följön a színpadra? Köszönöm, Gyuri bácsi, létszett fogom a kezét, és most együtt a lépcsőn. Lassan, nyugodtan. Most mehet. Ne engedd el, Gyuri bácsi. Nem engedem. Nem. Kézen fogva gyerek ide. Kézen fogva szépen fölmerünk a Barnabás. Igen, igen. Nem a fősebbőben van. Nem ott vagyok. Nem. Most kis gyereken van. A színpadon itt vagyok. Barnabás, ha én lehetne, te csöveregel. Ez nem erdő, nem dzsungel. Ez kis gyereken a színház. Itt nem ugrálunk. Szépen halkan beszélünk, sétálunk, ide gyertek a mikrofon közelébe. Szépen halkan odaugrunk! Barnabás, beszélek a fejeddel. Hol a fejed? Nem ember vagy, nem növény, nem tárgy, micsoda van? Állat! Mi most emberek, megtanítjuk neked, hogy szoktak az emberek titkot tartani. Képzeljétek el, ez a kis butulé nem tudja, mi a titok lényege. Figyelj! Először elmondom én, utána a gyerekekkel közösen, és utoljára te egyedül mondhatod el. Suttogva mondjuk el neki, figyelj, mi a titok, ami? Most te egyedül a mikrofonba suttog el, mi a titok lényege, amit? Senkinek nem szabad elájulni. Képzeljétek, én kiskoromban jártam a logopédiára, és ott úgy beszéltem, hogy jépa, jete, mondjon jó. Hogy beszéltem? Jépa!
színházban Barnabás. Úgy beszélünk, hogy a répa retek magyarról. Barnabás, ropogtasd meg, ropogtasd a répa retek magyarról. Ja, lehet egyébként barán? Szóval mi a francia? Barnabás, igen. Tudjátok, a nagypapája volt a barátom, amikor én fiatal voltam. Az ő nagypapája volt Akapeszin Maki, aki csokoládéért mindenféle produkciót hajlandó volt csinálni. És amikor ő azt mondta, hogy produkció, meghajolt, utána mindig megtapsoltuk, és akkor megnyugodott. Próbáljunk ki egyszer. Barnabás, mondd azt, hogy produkció. Produkció! Hajolj meg, tapsoljátok meg! Köszönöm! Ezentúl meg fog nyugodni az, hogy egy produkció megtapsol, akkor csendben lesz. Barnabás, ne nyugodj! Barnabás, mit gondolsz, mi van a kezedben? Néger vagy, produkció! Mondjátok meg neki, mi van a kezemben? Mikrofon! És ez csak az nyúlhat hozzá, akinek én a kezébe adom, te nem nyúlhatsz hozzá. És kipróbálom most valamit. Engedjétek meg, hogy itt maradjon a színpadon, megengeditek? Köszönöm. Gyuri bácsi, oda csücsüljetek le a székre. Tedd keresztbe a gitár nyakát, mint egy sorompót. Ez az, hogy ne tudjon kiugrálni onnan. Gitár! 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 Produkció! Barnabás! Eresz le! Nézd a gyerekeket! Barnabás! Nézd meg, hogy még a középső csoportos is milyen szépen ül a helyén. Színházban vagy. Úgy csücsöljük, most legközelebb akkor tapsoljuk meg, akkor mondhat, hogy produkció, ha sokáig csöndben leszel. És figyeld meg, hogy fogunk énekelni a Gyuri bácsi. Azt, hogy a mai nap éppen megfelelünk arra, hogy anyja holra szálljon. Szánk a cukorkát kerülnyebe, a barátodat valóságára. Állatokkal, növényekkel, emberekkel tudok játszani, hanem a tárgyakkal is. Mindenféle tárgyal, például a mikrofon állományt, képzelj el, Barnabás, megtanítottam járni. Mikrofon állványt, mutassunk be, kis telekkel vagyunk, tudod, megígérted, egy lépés jössz, mondjuk, hogy bal, tessék. Produkció jön, egy lépés, bal. Bocs. Tévedtem, mikrofon állam. Megbeszél. Egy lépés nem utaz, hanem balra, akkor jobbra. Tessék, figyelj! Egy lépés mikrofon állam. Jobbra! Mikrofon állam. Nézzétek meg! Ennek három lába van és nem tanult meg járni. A tárgyakkal lenyűz időnként bánni. Figyeljetek, csak annyi tárgyatok legyen, hogy ti parancsoljatok a tárgyaknak, nehogy a tárgyak a fejetekre nőjenek. Mikrofonálvány, veled ma nem fogok sétálni, de a fogas, a kedvenc tárgyam, az állófogas ott lakik, ahol én. Barnabás, képzeld el, hogy minden reggel, amikor fölébredek, akkor egyedül én vagyok fönn, és az előszobában az állófogas. Minden reggel szoktunk köszönni egymásnak. Figyelj, mikrofon állva! Jó reggelt kívánok, fogas úr! Na mi van, megkukultál? Hát mi van már? Ide figyelj, fogas! Mindig vissza fogtál köszönni, akkor kis teleket, miért nem köszönsz nekem vissza? Legalább bólítsál, vagy csavard meg a fejedet, vagy valamit csinálj!
bocsánat, most már értem, hogy miért nem köszön, hát ez elveszítette a fejét. Hát fejét én se tudnék köszönni. Tudom, Barnabás, nekem voltak nagypapáim, mint említettem, és megtanultam szerelni, képzeltek el, én már tudok fűrészelni, csavarhúzózni, szögelni, de az olajozót nem hoztam magammal kisteleket. Kit tanított meg apa, vagy én, vagy nagypapa szerelni? Téged hogy hívnak azt a szürkét, hangosan? Zsombor, Zsombor, nyújj be nekem be, légy szíves, nyújj be zsebekbe, elvedd ki az olajozót, és dobd le nekem. Hopp! Dobd le a zsombor. Köszönöm! Látod, Barnabás? Zsombornak saját olajozója van. Zsombor, te kitől tanultál szerelni? Nagypapától vagy apától? Három éve már tudsz. Gratulálok! Megengeded, hogy használj az olajozódat? Ezt a fejét meg fogom olajozni, jó? Még egy picit nyomhatok rá? Köszönöm, Zsombi. Zsombor, a nyakát is megolajozhatom? Köszi. Zsombor, tartsd a tenyeredet. Tartsd a tenyeredet, így. De mind a kettő pedig nem tudom olyan jó célot, mint te. És mint a kosárlabdába, a kosárba bedobom a tenyeredbe az olajozót. Figyeld, mert jön a égből, figyelj. Hoppa! Legközelebb fogom kérni tőled, legyen kézzél az olajozót. Na fogaskám, meggyógyítunk, mint téged a zsombival. Hát ennek üres a feje.
üres fejjel én sem tudnék köszönni. Kalapom, megtöltelek én végedet ésszel. Figyelj meg, küldöd. Ennyi elég, a többi kell nekem. Együtt búcsúzunk a kalaptól, viszontlátásra. Mónika néni, Józsi bácsi, hát hogy milyen jó házigazdák, látod, az őserdőben ilyen nincs. Kis telepre megérkezik valaki vendégtörölköző kínálnak. Amikor én kisfiú voltam, édesanyám jöttek a vendégek, azt mondta nekünk a hudommal, Juditka, Petike, ez a vendégtörölköző, ebben csak a vendégek törölközhetnek. Elmentek a vendégek, mi a hugommal bementünk a fürdőszobába, és beletörölköztünk a vendégtörölközőbe. Annak olyan illata volt ott a kis telekinek. Nap illata volt. Az én édesanyám mindig a napon szállította a törölközőt. A te édesanyát a kis napon szállítja? Már is itthon érzem magam, akkor most már kezdődhet a játék. Na, Marina, éppen megfelelő volt, hogy a anyja boldra szálljon. Számba a cukorkák repüljenek, a barátnak valóságra vált. Átadom nektek a társas játékomat. Egyedül nem lehet játszani. Először egy lány szeretnénk, olyat jelentkezzen, akinek sokszor mondja, tanító néni vagy kúvó néni, édes lányom, fogd be a szát, ne beszélj annyit. A nagyszájú lányok közül egy olyan tartsa föl tovább a kezét, aki felnőtt korában szeretne édesanyja lenni, szeretne feleség lenni. Sokat beszél, szeretne családot. A harmadik feltételem olyan lány legyen, aki többet mosolyog, mint hisztizik. Azt mondja, hogy nézzük, hogy az a lófarkas állnak közéből, az a lófarkas, gyerek óvatosan, lassan gyerek a színpadra, első, második sorban, nem a rózsaszín, a piros, ott gyere föl. Te csücsülj vissza, olyan szép vagy, mint egy patac király, de az előtte lévőről tartam. Lassan gyere a lépcsőn, első szabály, életbe maradni. Köszönöm, hogy vigyáztál magadra, gyere a szívem felől. Itt dobog a szívem, és itt szeretem, hogy álljanak a lányok. Mikrofonálvány, kölcsön veszem a mikrofont. Nagyon érint jó van a nagyosra. És körben is mikrofonálvány, ebben a zöldséget, mert már olyan vég, hogy nem tudom ismét. Képzeld el, ez mindig kitúrja a tányér szélére a zöldséget. Aztán majd felejted a mikrofont, és Laci bácsi olyan ideges lesz, mennyi sok pénzbe kerül ez, Laci bácsi? Tudtad? De meg akkor edd meg a zöldséget. Neked olyan szép van, hogy ma reggel kifésültem. Otthon. Igen. Nézd a szemedet. Mondd meg anyának, amikor találkozol vele, hogy én azt tudom a színházból, Péter bátyó, hogy mindig így késényelek a hajtat. Rendben? Rendben. Kérlek, hogy a barnabásnak fogják kezet, szaladjon a... Úgy, ez a... Ne rángasd a kezét, barnabás! Barnabás! Ez nem csörgő, ez egy szép lány. Barnabás! Tanulni viselkedni, figyeld meg, mindjárt hívok egy fint is a színpadra. Te meg türelmet kérek. Hogy hívnak téged? Dominika, türelmetet kérem. Egy kérdésem van. Van-e kedved itt a színpadon az összes nőt, a Dadus nénitől, nagyomától kezdve, a középső csoportos kislányit, az iskolás lányokat is egyedül, mosolygósan a színpadon képviselni? Van kedved? Igen vagy nem? Igen. Tapsoljátok meg Dominikát! Dominika, a nők képviselője
kisteleken türelmedet kérek rá, Dominika, mert szerintem a nőt felé kérjük férfi nélkül. Figyelj! Ki az a fiú, óvodás vagy iskolás, akinek sokszor mondja, óvori, üljél már le a fenekedre, nem is őt annyit. Húha! Ez már igen? Ezek közül, akik ilyen nyüzsgős fajta fiú, ki az, aki felnőtt korában szeretne édesapa lenni? Ti ott hátul óvodások vagytok? Ott azok a nagyok és óvodások? Látom, hogy iskolások vagytok, óvodás fiú, és ki az, aki a színpadon nem butáskodna, hanem kedvesen, jókedvűen játszana. Az a csíkos onnan jöjjön, de óvodás fiú. Nem óvodás? Bocsánat. Gyere csak. Dominika, türelmet kérem. Te óvodában mi volt a jelen? Traktor. Én neked tudod, mi volt a jelen? Csikatika képzeld el! Csikatika! Téged hogy hívnak? Vittó Levente! Vittó Levente? Akkor figyeljetek, ezen túl, amit találkozunk Leventével, nem csak Kisteleken, hanem Szegeden is, vagy Budapesten, vagy Párizsban, vagy New Yorkban, vagy ópuszta szerel. Bitó Leventével úgy fogunk bemutatkozni egymásnak, figyelj! Bitó Levente Péter vagyok. Tapsoljátok meg Bitó Levente! Levente, nézd meg ezt a gyönyörű lányt. Dominika vállalta, hogy az összes nőt itt a teremben, még Tadus nénit is egyedül képviseli, mosolygósan, jókedvűen. Te vállalnád, hogy a Laci bácsit, a Sejtei Józsi bácsit, a Gyuri bácsit, engem is te egyedül férfiként jókedvűen a színpadon képviselnél? Vállalod? Igen vagy nem? Várj meg, hogy a mikrofonba számhoz közel tartsam, mert ha a képviselő így beszél a nép, ez hogy... Levente, annak az a veszélye, hogy időként megválasztják. Jobb, ha a nép hallja, hogy mit beszél a képviselő. Tehát, Bitó Levente kérdezem még egyszer. Az összes férfi itt a teremben vállalok jókedvűen képviselni? Igen vagy nem? Igen. Tapsolják meg a férfi! Barnabás kutat hozzánk a szépen. Barnabás vagyok. Úgy van, rendben. Ő meg a Bitó Levente. Köszönöm, gyere Levente vissza. Ide. És most Levente. Kezdjük. Ki látta a lányat ilyen szépen? Anya. Otthon? Igen. És mennyit pénzt kérdezik? Semmi. Ingyen látta le. Fodrászba tudod mennyit kérni? Ezeret. Akkor figyelj rám, Levente! Ezen tudj édesanyád, ne vágja a hajadat. Utána megkérdezed anyát, hogy anya, mennyit kell fizetnem most, hogy ne vágod? Anyám, semmit kisfiam. Akkor anya, adok neked 1000 puszit. És anyának 1000 puszit ad, Levente. Tapsoljátok meg az anyját! Már bocsánat, hogy megkérdeztem veletek a feleségem Mária, csak én nem 1000 puszit adok neki, nem 1000 csókot. Szület, Levente, megkérdezünk Dominikát is, hogy kezdődhet-e a játék. Kedves Dominika, kezdődhet a társas játék? Igen. Kedves Barnabás, kezdődhet a társas játék? Igen. Gyuri bácsi kezdődhet? Igen. Akkor... Éppen megfelelő vagy, hogy a hangyó oldra szállni. Szállni fogodták, de ha küljedem, a találkozott valóságnál várni.
gyönyörű lány, úgy hívták, hogy... Élt, néptáncos, udvarias fiú, úgy hívták, hogy... Szállt az idő a mesében Dominikánul fel, de olyan szép, mert Dominika, mint édesanyja. Nézd meg, Dominika, hát ilyen magas vagy a mesében, mint a karcsúnapra fordult virág. A levente meg, még az apjánál is gyerek a bebernet, figyelj, ilyen magas vagy a mesében, mint az U17-esek pályája szélén, a sudán és levette, ontotta a gólokat, és a levette barátai mondták, hogy hajrá, levette, hajrá, és levette, mert azt mondta, anya, 100 gólt rúgtam, anya, kiálltam az iskolát, felnőttem, anya, elindulok világgá. Az édesanyja meg azt mondta, levette, várd meg a pártat, amit megjön a kamionnal Olaszországból, hogy egy hülye fiam, levágom a hajamat. Lementének anyja látta a haját, hogy csinosan indulja a világra, de Dominika meg már közben elindult, mert a lányok mindig korábban élnek, mint a fiú. Dominika megköszönte édesanyának, édesapának, iskolába járattán. Azt mondta Dominika, köszönöm anya, apa, hogy szerettetek kiskoromban, de most már felnőtt vagyok, elindulok világra. És édesapa azt mondta, Dominika, ez Védi mamáé volt ez a gyönyörű túla. Ezt most te kapod meg örökségünk is lányom. Este már nem lesz gyerekszoba körülötte, erről a Védi mama sárga. Jusson eszedbe a gyerekszoba, a szülői fészek melege. És Dominika megköszönte anyám az apjának. A lófarkát hátunk kidobta, dobt ki a lófarkadat. Úgy dobtuk, hogy hadd lássák a legények, hogy még vaj a Don vagy. És Dominika megindult a nagyvilágnak felnőtt korában. Nagyon táncos hátú volt Dominika. És egyszer a Dominika földbe tökretett lába, mert az égen, mintha János vitéz, csillagokat szikrázott. Dominika nem tudta, hogy közben Pitó Leventének apukája megérkezett Olaszországból a kamionnal. Apa leszékezte a kamiont, behúzta a kéziféket, lemette, felugrott a székéről, fiam, de szép a hajod. Anyád vágta le? Igen. Hát így már mehetsz világra, fiam, jó van, csinos van. Levette, fiam, örülök, hogy annyi gólt rúgtál. Anya mondta a telefonban, hány gólt is rúgtál már? Ez lehet. Nem is tudtam, én csak 100 gólt rúgtam, tapsoljátok meg! Hajrá, magyarok! Levette, fiam, pénzt nem tudok adni sajnos, mert a sárga csekkeket a postán be kellett fizessen. De fiam, hoztam neked örökséget. Dédi papa, öreg kalapját fogod megkapni, fiam. Ha már 1000 volt rúgtál, kiálltál minden iskolát, legyen végre valamilyen fedél a felszállat, fiam. És Levente megköszönt a szüleinek, hogy fölnevelték, és kilépett a szülői ház kapuját, és meglátta a szép lányt. Oh. És akkor Levente azt gondolta magába, jaj, édesanyám, tudom, hogy a legszebb nő a világon, kis kereke. De most találtam még egy olyan szép nőt, és lassan ment Levente a szép lány felé, hogy el ne ijessz a lányt, lassan ment. Nyugodtan, időnk van. A lány csak mosolygott, látta a legényen köpköd, nem káromkodik, nem részeg. És a Dominika akkor csodálkozott. Ha hiszitek, ha nem, amikor Levente volt a királyfi a mesében, még a kalapját is megemelte a szép lány előtt.
elején, ha hiszitek, ha te, a legény még köszönt is a lányom. A lány fogad. Szia. És amikor a lány lát, hogy a film normális, kezet nyújtott neki, Domi. És azt mondta Levente, örülök, hogy találkoztunk, Domi. Örülök, hogy találkoztunk, Domi. A lány gondolkozós fajta volt. Gondolkodott, mit is válaszoljon, de azt elszínbe jutott, mert se nagyon sok mesét olvasott kiskorában. Hát mondd azt, hogy én is örülök, hogy a szerencsét, hogy öreg agyámnak szólított rá, hanem hogy ilyen mesések mondják neki. Figyelj, Barnabás, az emberek között így szokás, nem úgy, mint az őserdőben. Dominika is az? Ez? Tudjátok, mi történt? Azt mondta Levente! Dominika! Olyan, hogy találkozunk! Eleget csapatottunk már Európába! Gyere, menjünk haza a kistelekre! Dominika meg azt mondta, bocsáss meg Levente, még nem mehetek, mert babysitterkednem kell. Mi az, hogy szittenkedni? A lányok meg tudták, mondd el neki, mi az, hogy végre szittenkedni? Mit kell csinálni? Mi a munkája? Vigyázni kell a babákra. Babákra? Erre a ragadtak szóval, miért kell neked vigyázni a más babájára? Erre a lány válaszol lesz. Miért vigyázni a más babájára? Tapsoljátok meg! Ez már igaz! Dicsérjük! Erre azt mondta neveket! Nem kell itt neked szinterkedni, gyere van a kistelekre! Ott is kaphatsz dicséretet! És azt mondta a lány, ránézett a legényre, nem látta, hogy mi van a lábán? Akkor látta, hogy milyen szerencsére van. Mert a legény, a Vitó, annyian szerették kiskorától kezdve, hogy a lábán mindent tarts meg, amit tudom. Szia! Szia!
Szia! Mosogassál, apa, majd szólok, hogy a bejössz a kis szobába. Anya! Apa, képzeld, hogy ezen mosogatni van golf, goldrúg és traktort ezen. Anya! Óvó néni azt mondta, hogy téged kérdezelek meg, ne apát, az apa fiú vagy lány. Tudtam, csak az óvó néni nem tudta. Anya, te mi vagy, fiú vagy lány? Lány. Ha neki úgy voltak, akár akkor sem. Én mi vagyok, fiú vagy lány? Fiú. Tudtam! Én apát fogok hasonlítani! Hányszor jöhetek abba élnek az óvodába, édesanyja? Egyszer. Egyszer? Minden héten? Vagy minden nap? Minden nap. Szeretlek, anya! Szólj ki apának, hogy gyere be, apa! Gyere be, apa! Mindig zárjuk el a csapot, mert nem mondtad, hogy sok pénzt kell fizetni, ha folyik a víz. Igaz, apa? Igen. Ne gyere, apa. Anya, hányszor jöhet apa értem az óvodába? Egyszer. Minden nap? Igen. Apa, hány órakor jössz érte? Három. Szeretlek, apa, de mindig este hatkor jött érte. Szeretlek, apa. Anya, mondd meg apának, hogy hát mikor születik meg a testvére. Apa, figyelj, anya megmondja, hogy mikor születik a testvérem, akkor itthon legyél apa, mert apás szülés lesz. Na, anya, melyik nap született a testvére? Hétvégén. Itthon leszel apa? Nem. Apa, mert lesz itthon! Apa! Várja, anya, megengedni ki az unok a testvérében, elhívja a vendégségbe hozzám? Igen. Akkor maradj itthon, mert a férfi nélkül disznó alatt csinálunk a konyhát. Anya, mindenki a konyhánkba jöhet? Igen. Gyere ki akkor a konyhába. Apa, te ide a konyhasztalak ehhez a sarkához. Anya, te ide a konyhasztalak ehhez a sarkához. Azt játszunk, hogy ti mind az én unoka testvéreim vagy. Mindenki készíthet megvetetést az unokatestvér nének? Igen. Apa, maradj itthon, mert 300 gyereket gyógyul a férfi. Mikrofonnál! Fogd meg a mikrofont, elrejtsed, mert most szükséged van a kezedre. Ti ott ültök, mi itt állunk, mindenki emelje fel a mutatóját, mindenki. Anya, te is? Barnabás, te is? Apa, te is? Lássuk meg, hogy mi lesz a meglepetés, csak halkan, nehogy a testvére meghallja. Csinta, Liga, Baby. What? Diós Márkos, Baby. Mit sütünk? Csinta, Liga, Baby. Csinta, Liga, hogy tudja ki a szar átházától? Képrej körül Csinta, míg a testvére van a világban. Vigyázz! Egy hatalmas cipőtart közeledik. Ajjaj, Csiga anyám majdnem összetaposta. Óvatosan bújj ki egy kis szarvonyban. Kérlek, gyanús, nincs ellenség. Duki másik szarvad is. Kinyújtó. Édesapa, Levente, bújjunk ki a csigaházból! Édesapa, én minden reggel örülök, hogy
Nem, embernek születünk. Minek születünk? Emberek, készüljünk föl! Apa, te is ember vagy, sem más, hogy ígérem. Fogd meg a gyúródeszkát, támadhatkozva asztalra, tisztítsuk le a gyúródeszkát. Diós, Márkos, Beigli, Sütő, a tesó, születés napja. Egy zacskó lisztet emelj föl. Öltsük a deszkánkra. A zacskó fenekéből vehet ki a maradék lisztet. Gyűjt össze a üres zacskó, dobd a szemét vödörbe, daj! Nézzétek, anya nálad is? Hú! Ez olyan, mint egy tűzhányó. Na, csak nehogy földrengés legyen a konyhában. Fúrjuk a lisztek közepébe egy lukat. Ebbe a kráterbe nem láva jön, hanem tojás. Emelj fel a tojást. Kocint a fazék színéhez. Majd szétítjük a tojást, és beleszottítjuk a lisztunk közepébe. Tojáséját add össze, dobd a szemébe. Második tojás. Elfogyott a tojás az asztalban. Nyisd ki a hűtőtékes anya Dominik, és vedd ki végzés ide 300 darab nyers tojást kedék ki anya. Van tojásunk, mert a pusztaszeri mama mindig tűnt tojást. Anyám, csukd be a hűtőt, meg kiszökik a hideg. Egy tojás még mindenki fora mehet. Most a lábas széléhez kocincsuk. Hüvelykújjunkkal nyissuk szét a... Apa! Ez meg büdös tojás. Édesanyja! Szabad meg, légy szíves! Bele lehet tenni ezt a lisztbe. Ügyetlen, mert akkor bükös pejtni lenne! Édes apa! Levente! Légy fesz, szabod meg ezt a tojást, mert hogy a kocsma szaga van. Ki kell dobni, apa? Apa is megmondta, hogy ki kell a zágtojást dobni, emelj fel a bükös zágtojást! Dobjuk a szemét, hogy dönnek, de... Anya mindig fején találja a szöget. Mossunk kezet, testvéreim! Apa, még jó, hogy a tesóta csak a hétvégén születik, mert most elájult volna. Zárd el a csapot, testvérem! Harmadik tojás, próbálkozzunk! Szabold meg, ember most a tésztát. Friss, emel, szottyis. Tojásséját magd össze, dobd a szemétbe, dörd! Sózzuk meg. Pici-pici kristálycukor. Egy csöpp élesztő. Egy marék margarin. És anya, a tatus néni megtanított engem szemüveget tisztít. Apa, most meg a kulcsét a tojáshoz. Apa, megvetted az új mosógépet? Kifizetted, apa? Ha minden pénzt kifizettél, mi tartozunk, akkor mi ketten fogunk mást mosni, apa? Gyere, én magossal. Anya! Ma este apa meg én a új mosógépbe kimosjuk a pulcsinokat.
kulcsimat. Csak tedd a nyakamba a kis kötényre, hogy fog meg, légy szíves. Úgy, nyakamba. Apa, körbenik a nyakamba, a rövidebbre, mert nagyon bő. Kössék mastit, apa. Ne csomózzad, apa! Rendes mastit közé kössék két kézzel, apa. Megmondta, ó, hol én így vesztesnek tudni kell. Apa, szólj, ha kész a mastit. Kész, köz, apa. Emelt fel a rádió, testvérem, gyűjtjük össze!
Te bujócskát jöttél ide? Gyere ki, mert láttam. Jobb kezem. Gyere ki, vagy én megyek be. Itt most minden ember dolgozik. Utálom a rostákat, fogd meg a tésztát. Húzd föl magasra. Várd a tészta ragacsos alját. Nyomkodjuk föl, tészta bugyor. Tisztítsuk rá a csirízt a deszkáról. Egyfajé lisztet szórunk mindjárt a deszkára. Apa, add ide a tésztádat egy kezedből. Köszönöm. Apa, te vagy a legerősebb kis tereken. Hozd be onnan a sarokból azt a zsárt lisztet, amit a mama küldött pusztaszerről. Van lisztünk is, mert a mamáig mindig küldenek. Nem is kell venni. Apa, ide tedd el a zsárkot. Yeah.
nem is félek a kígyótól, csak meglepődtem. Még jó, hogy egyesek nem krokodil sütögetnek. Apa, nincs meg sütőt. Gyújtva a rángot. Ha majd eszek meg, amit azt meg bedül pedig a sütőt. Csukd be a sütőt, ki lesz ötön a meleg. Amíg melegszik a sütő, sírozz ki a tepsit. Sarkait is! Most figyeld, ezt csak a nagyok csinálják. Fölemeljük a deszkáról a tésztánkat. Egy mozdulattal a magasban. Vigyázz, mert a középen eltörhet. És a zsíros tepsi közepébe helyezzük. Vigyázz, mert hajl... Fogd meg a tepsit, apa, én félek a sütőtömet fordom, nyisd ki a sütőmet, meg a tepsit. Tegyük be a tepsit, vigyázz be már forró. Anya, oldozd ki a nyakam, baszta 800 csomót, légy csíves. Szólj, ha kész anyám. Apa, tedd be a mosógép, ne légy szíves. Hány pohárban teszel mosóbort? Egyen, mert ennél a takarékos, régből háromnak kellett a végében. Csukd a tetejét, apa! Hányas dolgot kell megnyomni, hogy oda akar? Apa, vagy anya, hányas dolgot kell megnyomni a mosógépen? Ötös, nyomd meg! Úgy, most a gép, süt a sütő, hűt a hűtő, mi megterítjük az asztalt. Fogd meg a kis tárgyét, igazíts meg a szalvétát, először anyának terítünk, mert anya a család királynője. Anya, tessék! Anya, a születik a tesó lány legyen, és olyan szép legyen, mint te vagy. Kis sávér, kapunszalvéta. Apának terítünk, mert apa a család rovagja. Apa, mindig gyere haza, mert akkor többet nevetünk. Úgy vigyázunk rád, édesapa, mint a hímes tojásra. El ne lopjon valaki, apa, gyere mindig haza. Kis tájér, papírszalvéta. A nagy Jézus pedig élne. Kis tájér, papírszalvéta. A testvérünknek nem élni fog. Kis tájér, papírszalvéta. A vendégnek, apa, mindig hív vendéget. Ránk ne száradjon a minkban. Kis tájér, papírszalvéta. Kinek nem terítettünk? Magunknak! Köszönöm, hogy szóltatok! Anya, adj be kezed, apa is! Együtt a család, mi el nem hagynánk egymást. Semmi. Együtt a család, együtt kóstoljuk meg a sütőt. Apa, nyisd ki a sütőt, szagolja a levőbe, apa, tömjük a füst. Zárja a tüzet, apa! Vegyünk ki, mert szénné ég! Forrá! Hideg vizet a kezünkre! Hideg vizet! Zárja a csapot, testvérem! Anya! Majdnem sűrtúja tettünk! Anya! Add el ezt a fogókesztyűt onnan! Köszi! Húzzunk a kezünkre fogókesztyűt. Rongyal vegyük ki a forró tepsit. Vigyázz, mert néha még a rongyon keresztül is tűz. Zárjuk el a csapot, akkor mekkora füst van. Anya, add ide kezed, apa, hol vagytok? Keressük meg a konyha ablakot. Nyisd ki! Hajtsd ki a füstet, hadd szagolja a szemfét! Huha, kiabál a szomszéd, csukd az ablakot gyorsan. Anya, apa, gyere, 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 gyere. Anya,
Tudod, melyik szomszéd, amelyik átjött húsvétkor mocsolni, tudod? Emlékszel, akinek a szép tojást adtad? Emlékszel? Majd mondd meg, hogy ne haragudjon, hogy azt mondtam, hogy szagolja, apa bocsánatot kér. Majd én megszagolom, amit sütöttem, édesem. Szagolja. Az enyém szénnél éget, kinek sikerült a sütemény? Apa, oda néz! Ezért jó a nagy család, valakinek csak sikerül belőle, attól kóstoló. Nem kell mindenkitől, csak egy diós gyújtsa, csak a jó szívű lányok. Köszönöm elég. Csak a jó szívű fiúk egymáros. Köszönöm, adjon Isten ezen annyit. Mindenki kóstolja meg, apa, te is. A lányok sütötte dióst. Előbb le kell nyerni, mert apa azt mondta, te is lányra ne beszél. Igaz, apa? Te vagy a főnök. Lányok, ti nagyon tudtok, mindenki kóstolja meg a Márkosat. Apa, kíváncsi vagyok, mit tudnak a kis terti fiú. Apa, ti nagyon tudtok sütni. Még a morzsát is kifegessük fel a tányérunkról. Dajn, dajn, dajn. Ez akkora mazsola volt, mint egy mogyoró. Papírszalvéta, gyűjt össze a papírszalvétát, dobd a személyködörbe, dajj! A kis tányért óvatosan helyezzük a mazsolát. Tányért, ez porcelán, édesanyja, utolsó hozományi tárgy. Köszönöm neked, Domi, hogy felnőtt nőt játszottál. Változ vissza felnőtt nőből, megasszonyból, feleségből, édesanyjából, lehet. És kívánom felnőtt, hogy ilyen most vagy, hogy igazi. Feleség, édesanyja legyen belőled, aki minden nap egyen többet dicséri meg a férjét, mint szívja. Akkor könnyebb lesz megtartani. Hajd meg és nagyon kicsit. Köszönöm neked, Berenke Nészföld! Ekkora férfi voltál a mesében. Változ vissza a férfiből, tőle kérdő. Édesapából legyél, én visszaváltozom, én vesztes, kis csomagos, éjszakai telenkás, fiacskából felnőttél. És kívánom neked, Levente, hogy felnőtt korodban igazi férfi legyél. És amikor nézzük az anyunkából, meglátsz a fű között egy százszor szépet, hosszú szárral szakíts le, és vidd haza a feleségednek. És akkor figyeld meg, hogy a feleséged egyre többet fog dicsérni, szívni. Hajolj meg, tapsoljátok! Barnabás, fogjatok kezet, egy fogjátok Barnabással. Mert ma ti voltatok a színpadon a főszereplő, elől megy le a lépcsőn a legény, elől a legény, utána a lány, óvatosan, levente fel a lány mögötted, nehogy megbotoljon, úgy vigyázzunk a lányokra, mint a világ számára. Tapsolják a kedőket! És láttátok, hogy a Barnabás milyen sokáig csöndben volt? Igen! Mondhatja, hogy produkció? Igen! Produkció! Akkor most nektek azt köszönöm, hogy eljátszottátok a testvéremet, nem hagytatok egyedül, mert egyedül nem élek semmit, csak társakkal.
változzatok vissza iskolás óvodás, kiskerti, színházi gazdába, és megmutattuk Barnabással és Gyuri bácsival, hogy hogyan búcsúzunk a mi színházunkban, nem tapssal, kézérintéssel. Filmos komát írt, angol kerülőt, és mindenkivel egyenként fogom majd kezet, ennél az ajtónál élszek, annál az ajtónál, akinek kilesztek Barnabás, és így, akinek kedve van, mindenkivel egyenként kezet érünk. Laci bácsi, búcsúzzunk. Következő adásunkat május 26-án kedden este 6 órától tekinthetik meg, melyben magazinműsorunkkal jelentkezünk. Keddi adásunk ismétlését vasárnap délután 10 órától, míg pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!